Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Tudjátok, az történt, hogy egyik este csak ki akarom próbálni az FPS számlálót az egyik játékban, ahol nem működött, ez az Nvidia Experience beépített. Aztán közben Levi barátommal elkezdtem beszélgetni, csak úgy a semmiről. És mivel a felvétel bekapcsolva maradt, én pedig közben játszottam és kerestem a módozatokat a beállításban, egy olyan mély és hihetetlen jó podcast minőségű beszélgetést folytattunk, amit egyszerűen sajnáltam volna kidobni vagy letörölni. Úgy gondoltam, megosztom veletek mindazokat a hatalmas világmegváltó gondolatokat, amiket szültünk. Fogadjátok szeretettel, ciao ciao. Streamelünk most egyébként? Van még? Hát csak itt a Facebookra erőlködök, de ha akarod, kinyomom, mert csak az FPS számlálót kerestem, de nincs. Nyomjam borzalmas ki. Gyerekek, borzalmas. Aki Premiere Pro-t akar tanulni, ne tegye, Da Vinci-t tanuljon. Megérdemli. Mocsok szemét a dobecég. Fúj. Igen, a tudatlanság. Fúj, gyerekek. Ez az, amikor azt hiszed, hogy monopólium vagy, és nem akarsz fejlődni, hogy sem. Aztán közben meg nem vagy monopólium. Aztán közben kiderül, hogy kurvára nem vagy monopólium. Igen, lesz nagy meglepetés. De annyira, hogy a profik már ki is dobtak az ágyokból. Igen, nem kell lesz már nekik éjszakánként. Veled rémizgetik a gyerekeket. És gondold, amikor majd a Michael Bay-nek az unokája, vagy az unokájának így mesél, és akkor, és fiam, emlékezz arra az időre, amikor apád processzorra rendelt. Mi? Jaj, emlékezz arra, amikor apád még Premiere Pro-t használt. Szia, Levi! És apád a filmjében nem robbantott fel semmit. Nem igaz. Fiam, van neked szférák kutya belépő cirkusz monstrórumba? Nincsen? Akkor sétálj le ide habóhoz és vegyél párat, kérlek. De kétkezesben vagyok ám. Teljesen mindegy. Hol tabu? Itt, ahol állok. Mennyi szféra akkor... van? De várjál, megvan már a szféra vándor. 8000, nem költök szférát, meg kell legyen a 10000 szféra. Jó, de máshogy nem tudsz bejönni, tehát most... Akkor nem megyek, de meg lesz a cím, hogy szféra vándor. Jó, majd... Oké. Okay. Na, megyél mondjuk 10 utazást. Várjál, hol van a második fülön? Igen. Cirkusz monstrórumba? Igen. 98 szférán kell menni. Mi már szférából tudsz izét vásárolni? Mit? Eddig csak... Mit? Utazást a bosshoz. Ja. Eddig csak Anderé lehetett, vagy mi? Nem tudom. Úgy emlékszem, hogy igen, de nem vagyok benne. Ez milyen szinten megyünk? Ő kínzó. Fájdalmas. Kínzó. Jó, de akkor teszek rombit. Ja, füledbe. Tiédbe. Ne hagyd leutolzak most Komárdiból itten a nagy karanténbú. De nem is lehet most Komárdiból menni, mert karantén van. Hát este 8 van, úgyhogy már nem. És hát jel volt. Csorba a X testvére. Én csak a lilát szedném meg az ilyeneket a helyre. Lila, na, ide nekem az oroszlánt. Ez ne, ez pók, ezt utálom. Hát működik ezen a pajstörés? Igen. Valamikor. Nem az, hogy valami csík van, amikor, hogyha eléri, akkor ja, a valaki, csík között működik. Valakinek valamilyen valahol. Na, nem nyomod azt a macit inkább? Attal is előbbre vagyunk. Na. Most arra lett, de kiszámolja. És hányszor kell így ide bejönnünk, hogy valami értelmes cuccot kapjunk? Ön nem szeretné tudni. Ez volt a probléma. Nem szerettél tudni, hogy egy 40 óra farm vár rád. De rám nem. Vadi, ez olyan, mint... Rám nem. Ez nem az a világ. Tehát ebből én kiszálltam, akkor kiszálltam. Szóval. Gyere, Jolotli van neked is? Mondom, csak a lilát meg fölötte. Nem, én főszedem a zöldet is benne.
Szedjed, szívj föl, orba. Te veszélyes. Te zseniális. Ez gyerekek, mi ez, ha nem játékélmény? Taj, az napbotot kaptam, ne szóljál már bele, gyökér. Mi ez ahhoz képest, amikor leírtasz egy kis falut a Görögországban, a Düsszeljában? Igen. azt is lehetne online tolni. Neked ilyen belépőd van, vajon? Nézd meg ide, be tudsz menni, tesó? Ide, ebbe a lillába. Fekete mágia titkos búvóhelybe be? Akkor menjünk. Várjál, egy az ára, de be tudtam, igen. Jó, akkor sétáljunk. Jöjjön az XP-d. XP, de hát majd fel... Ja. Nem baj, nem sokára majd, amikor level 100 vagy már, csicska. Majd megkérdezik. Amúgy kétkezessel mennyi a tetőd, Levi? Semmi. Mi az, hogy semmi? Hát, annál kevesebb. Mit? Mennyi? De most 10? Nem releváns. Hát 10 ezer? 11. Az kemény. Szerintem tegyél pajzsot. Nem teszek pajzsot, mert nem kövezek át, mert ja, nem, nincs ennyi aranyom, hagyjál. Natívan tegyél pajzsot, ez kész, nem kell átkövezni. De minek? Hát így se halok meg a kínzón. Te viccelek. Azért van 70 ezer életem. Bocsi, hogy jövök. Meg 77% vége. 70 ezer életed van. 75 ezer életem van, te hülye. Na jó, de hány százalék a védelmed? Védelem nincs védelme. Gyengéknek nincs védelme. Én egy gyenge mugi vagyok, nem látod? Meg 59% ellenállás. Hogy csináltál védelmet? Ja, védelem! Azt kérdezted? Ja, a védelmem az 26750, nem 80%. Ja, akkor több a védelmed, mint nekem. Akkor te tegyél pajzsot, hogy még több legyen. Te tegyél pajzsot. Na, de most én beállok ebbe a gecibe, és azt... Jaj, te bolond vagy, bele mi basz meg. Régen voltál már, hülye, légy szíves. Figyelj, Figyelek. Most ez event? 11 ezerből haladtam 150-et eddig? Kirevő. Jó, akkor kimegyünk, és akkor én kikapcsolom. Ennyi? Ennyi volt, köszönöm. Nekem ez de ennyire gyenge vagy? Igen. Miért nem tudtam megütni? Na végül. Zseniális. A lóherét mindenképp szed fel, a lónak a heréjét szerencsét hoz. Nagyon jó. Várjál, még nyitjuk itt. Most, hogy már dobálja, mint a szarma, olyan értéktelen, mint az izé. Nem értéktelen, az mindig értékes van. Na, menjünk még egy kört. De minek? Mert jó. De nem jó. De nem akarok már több kört menni. Fejezetten jó. Nem. 186 per 11 ezer, az azt jelenti, hogy még 80 ilyen kört kell. Nem, köszönöm. Nincs hozzá kedvem. De nem jön az XP. De nem kell XP, mert nem fogok a játékkal játszani. Ne legyél már hisztis kislány. Normális vagyok, nem hisztis. Normális hisztis kislány vagy, igen. Na, nem játszom, kész. Köszönöm szépen. Jó van. Akkor minek jöttél be? Most akkor nem hiszti volt. Hát, hogy megnézzem, de hát ugyanolyan szar ilyen mondod. De mit szar ebben? Hát az, hogy egy amatőr fos, mint volt. Dehogy amatőr, zseniális. Dehogy nem. Hát nem, maga a játékmenet nem élvezhető. Dehogy nem. Én például ölöm a bosszokat is, közben hallgatom, hogy mérgelődsz. Ennél élvezhetőbb játékot nem bírok. Na jó, de én kit hallgatok? Téged, ahogy röhögsz. Jaj. Faszomat. Nem, Levi, az a... Volt az a röhögős Herbit, meg a régyelős Levi. Ezt ez volt az a Herbit, hogy meg a login videóhoz. Nem, igazából Herbit, meg meg kell neked vallanom, drága barátom, hogy most csak azért kapott el a harci láz, mert nekem a két event csíkon, mert ha azon kattint az alulót, még lehet jobbra menni egy másik csíkra. A két event csíkon összesen van 60 ezer haladás sávom, és abból már kész van nekem, mindjárt mondom, hogy mennyi.
kérlek szépen, abból már nekem kész van 60 ezerből 50.600, és már nem akarom abba hagyni, érted? Tehát ha már kimániákus kosotta, de nem tudom ezt úgy mondani, akkor nem hagyom abba. Nézzél már fel a egy pillanatra Facebookra, PLS, hogy ha már úgysem vagy hajlandó velem. Jaj, nem veled, ez nem neked, ez az egész játéknak szól. Értem. De senki mással sem. Tehát a Facebookra, Logical Quantum videóz oldalra, hogy te látod a stremmet? Igen. Very pozitív, akkor kérek meg lájkot, mert különben megsértődöm. Tökéletes minden, a hang is minden tökéletes. Egy lájkot akkor, ha kérhetnék, meg egy megjegyzést, hogy Bondi, te Isten. Lájkot? Like. Tudod, mi az a lájkot? Szarul nézel ki, lájkolt te rendesen? Nem, adok egy szívecskét, jó? Hoppala, Gangnam Style! Szívecskét kaptam, live. Adok egy ölelést, de csak azért, mutka, amikor megöleltenek, akkor fel is tudtalak emelni. Jaj, mert könnyű vagyok. Engem. Tudod, ebből mindig az jut eszem, amit a exema szokott mondani, a könnyű a teher, ha édesre, ő mindig úgy reagált, hogy édes a teher, ha könnyű. Jó oldaláról fogta meg a dolgot. Igen. Nem baj, gyerekek, én már eldöntöttem én a hét. Mit? Elment a hangod? Davante. Davantét sajnos elveszítettük. Lehet, hogy elvitték az UFO-k. Ugyan itt 2 kiló megmaradt cupák eladó. Mi történt, Levi? Nincs hangod. Vagy én süketültem meg? Hello. Mi történhetett ezzel a fiúval? Hello. Nem hallok. Lehet, hogy telefonhívása van. De telefonról van Discordon. Bocsássuk meg ezt neki. Nem tudja, mit cselekszik. Le is ment. Vissza is jött? Na, itt vagyok. Csak én annyira hiperintelligens voltam az előbb, hogy ránéztem egy ugye én telefonról vagyok most Discordon a drága látos nézőknek említve. És van egy ilyen játék, amit tudod, ez a minden este belépsz és 10 percet megcsinálsz, és izé. És ugye ez beszokott dobni reklámokat. Én megmondtam, hogy hát kicselezem és kinyomom a mobilnetet, az internetet, hogy ne tudja meg, hogy én fönt vagyok, és akkor nem kapok reklámot. És pofázok, mondom, hát megint beszívattam a céget. Ezt nem értem, hogy miért nem hallotok. Értjük. Na és mit mondtál, akkor már elmeséled a sztorájt, Mai Levente. Szóval Bandival mind a ketten azért elég ilyen overweight-ek vagyunk, tehát hogy elég magas szintre emeltük a csajozást, tudod, tehát ez a mindent igen. Vagy semmit alapon. Ez a... Igen. Marha nehéz megtetszeni valakinek, mondjuk, hogy így van. Ez hülyeség. Szerintem te jól nézel ki, csak nem tudsz róla. Még ilyen nagy baromizmos köcsög vagy, akinek autója is van, és fiatal, és jó beosztása van. Na de Bandi, leveszel a lábamról most, mert te is tetszel. És innentől kezdve ezt a Facebook algoritmus meghallotta, és elkezdte támogatni a játékos meleg közösséget. Holnap vagy... Játsz velem mélytorkost, kampány indul neked. De tényleg, milyen furcsa ez, hogy kinevetjük, és tényleg így van beznek. Hogy hallgatja Facebook hát, a mikrofonunkat, és az alapján ad reklámot. És nem hajlandó bevallani, hát, hogy így van. Igen. Hihetetlen. Hát, tudod, ez amikor volt egy ilyen mém is, hogy a beszélget a Zuckerberg azzal a pacákkal, akinek egyáltalán nincs Facebookja. Uh-huh. És ő volt a bíró. És akkor így elítéli a Zuckerberget, tudod, és akkor így azt mondja a Zuckerberg, hogy hát de bíró úr, ezt a szülinapján ne csinálja már. Honnan tudja, hogy szülinapom van? És akkor, mi?
Igen, tehát ezért így gyönyörű, hogy mindent tud. Nem is az zavar, hogy mindent tud, hanem hogy jellemtelenül él vissza vele. Igaz? Tehát, hogy Igen. neked nincs lehetőséged ebből az üzletből részesedni, ugyanakkor te ki vagy árulva. Érted? Tehát, ha az én Igen, az az kertemben építesz, oda-visszásság. igen, ha az én kertemben építesz boltot, akkor én is kapjak a bevételből, nem? Te vagy valami, tehát. És nem, hanem hogy kiárulja a testedet, és te csak egy áru vagy, amit szabadon lehet mozgatni. Felelősség nincs, visszatérítés nincs. Tehát úgy azért ez úgy, na. Tehát, őszintén mit vártál? Képzeld el, Levi, hogy nekem meg van most este egy becsípődésem, és ezt még nem is meséltem. No. És anyós elköveti mindig azt a szörnyűséget, ezt a tényleg az emberiesség ellenes cselekedet. Eljön az este, de tényleg olyan 6-7 óra, vagy 8 akár, tök mindegy neki, ott. És tudod, mit csinál? Mit? Lefőzi a másnap hajnali kávét. És az a Jaj, jaj. frissen főzött kávé illat terjeng a lakásba. Neked így beindulnak a bélbolyhaid, így bármit csinálsz, mint a sárna, hogy így abba hagyod, és elindulsz a konyha felé. És akkor tudatosítod magadban, hogy este 7-kor már nem kéne kávét inni, mert akkor még ilyen 3-kor is nyomod a DSO izét, farmot. Úgyhogy ez annyira szörnyű ez a szürreális dolog, hogy ne. Nem, fiú, nem ihatsz meg 4 adag fekete kávét este 7-kor. Fú, főleg, amit Tüci főzte, azt a rohadt. Nem, az az igazság, hogy őt legyőztem. Csúnyán legyőztem. Mert Timi sok éven keresztül, hogy jaj, mert Júci a kutyukóval, jaj, ember megtömi, jaj. Na, megvettük a szarvasit, lefőzzük az első adagot, tudod, az így fölülről lefelé átnyomja a gőzt 1 milliárd báron. Azt mondja, mama, hát ez olyan, mint a méreg. Mondom, köszi. Az tényleg olyan 6 személyes adag, az már átmarja az üvegpikolót, amiben van, az átmarja az asztallapot, érted? Tehát ez nem Nem, kérte tehát semmit. az azért nagyon durva, hogy én még csak Juci kávéjából ittam, Aha. Bandéjából nem. És én alapvetően úgy csinálom, hogy nekünk van ez a Paterék kávémániások, és ezért ők vásároltak egy ilyen ipari kávéfőzőt gyakorlatilag. Ami nyilván nem ipari kávéfőző, de azért egy elég tetemes minőséget lead neked, rendesen őrli, meg megcsinál, meg minden. És azért én az ilyen őrölt kávéból iszom 2 adagot, duplázom, minden reggel, és feketén. Én úgy iszom, hogy én feketén iszom nagyon, nagyon régóta, és duplát. Tehát azért az is megér egy misét. De amikor ugye elmész Bandiékhoz, megkapod a kis kávédat, A kis kávédat, igen. kiülsz a teraszra, leülsz, rágyújtasz egy cigarettára, és a meleg kampányunkat most vette vissza a Facebook, mert ez ugye már most nem ajánlott kontent a kisgyerekeknek, amit most, mert az, hogy jó, nem mindegy, nem politizálok, mindegy. Tehát, hogy leülsz így cigarettával a kézben, ó, basszus, Bandi, most le fogják húzni a csatornát, még egyszer kimondtam azt, hogy cigarettával, annál nézd már, nem figyelem. Jó. Minusz 8000 súgot. Ez Facebook, itt nincsen súg. Hát Facebookra kipróbáltam, hogy milyen a és azt streamelni. nézd, hogy a 4000 ismerősödből lett 300. Ja. Nem, ez az oldal, tudod, a videó, Logintum videózra, stúdiózra És hogy feldobtak. kapnál egy ilyen számsort, amit a Széchenyi könyvtárban kéne visszanézned egy illegálisan elrejtett és rejtegetett könyvpolcról, egy olyan könyvben, amit vérrel írtak, és így meg lenne adva az a számsor, hogy hányadik oldal, hányadik bekezdés, és ott lenne Zuckerbergnek a profilképe. Na, szóval. Na. És akkor így leülsz egy cigivel a kezedben, és akkor belekortyolsz a kávéba. Yes. És azt hiszed, hogy nincs benne cukor. De van. Ezért teszel bele még cukrot. Csak nem jön át. De teljesen mindegy, mert így felpezsegi, felsavasodik a cukor.
Így a koffein az két lábbal mászik ki a kávéból. Ugye? És megiszod azt az első kortyot, akkor így tudatosul benned, hogy azt a kurva, ezt nem szabad visszaadni, mert Bandi nem megsértődik, hanem azt hiszi, hogy buzi vagy. Na de most akkor megint visszanyertük a kampányunkat. Ezen kívül... Igen, gyerek, mesélj tovább. Jó Istenem, ez a politikai korrektség. Igen, 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 ez igazi PC izé, tartalom. PC contentet gyártunk, gyerekek. Ja, a hülyéknek felelünk meg leginkább. És... Hogy elszórakozva a hülye gyerek. És akkor így a harmadik után, hogy az első kettő korty után realizált, hogy igen, ebből nincs menekvés, és a harmadiknál már érzed a tarkodnál a vérnyomás emelkedésedet. Hihetetlen. Ugye? Hihetetlen. Hihetetlen. Egyszerűen brutál. És akkor az a legjobb, amikor ültünk, megiszom a kávét, és így Bandi azt mondja, iszunk még egyet. Mondtam neki, hogy hát figyelj, most úgy pont izé, hát hogy tudod, elszívtam a cigit mellé, és hát hát tudod, hogy most úgy nem bírná a gyomrom, azt csak így érzem, hogy így a tarkomon fog kiugrani az összes ütőerem. De igen, és ez Bandéknál egy darab kávé. Hát ugye én amikor úgy beindulok, tudod, hogy nem figyel a család, akkor így lefőzöm a szarvasiból a hat szemét, érted? Az elég egy kisebb falu kiirtásához. És én azt így egyedül így beverem egy fél óra alatt, tudod? Tehát én abban nem csak hisztít. Tehát nincs az izé, hogy most miért nem. Add ide nekem. Hát egy adag az is, nem? Hát egyszerre főtt le az egy adag. És akkor így adj neki. Elmondták igazából, hogy a kávé az nem annyira pumpálja fel a vérnyomást. De. Egy 10%-ot, de az elég. Nem is inkább az, hogy felpumpálja a vérnyomást, hanem hogy annyi metabolizmust indít be egyszerre a szervezetben, annyi gyorsít fel. Tehát nem is a vérnyomást, hanem kitágulnak az erek, gyorsul a szívdobogás, minden egyszerre, érted? Nő a vérszállító képessége, tehát az oxigén szállító képessége, tehát azért szédülsz. Tehát, hogy egyszerre minden megjelenik. Hú, itt olyan, mint a szerelem. Tehát így azért úgy, ha. Úgyhogy... Hát, nem tudom azért. Mi azért? Van, amikor, nem tudom, én általában kétféleképpen tudok fölkelni reggelente. Hétfőn a kellemesebbik felkelés volt, kedden, tehát ma reggel a csúnyabbik. Hogy tudsz hétfőn kellemesen felkelni? Ezt magyarázd el. Úgy, hogy van az az érzés, amikor úgy kelsz fel az ébresztő órádra, én nekem ez úgy van, ez ilyen csapda, tehát, hogy, mint ahogy a Sheldon mondta, tudod, a vigyázzat, ez csapda, ez csapda, csapda! és hogy nekem ez úgy van megcsinálva, hogy nekem 5 darab ébresztő órám van. Az első, az ja, egy nagyon-nagyon... 5 darab beállított időpont, úgy érted, nem pedig. Igen. Az első az egy rendkívül halk, rendkívül kis kellemes, konstans, viszonylag konstans frekvenciákból összetevődő. Jaj, de kellemesen mondtam, kis csilingelős gyönyörűség. Erre általában föl szoktam kelni. De hogyha erre nem kelek föl, akkor a második, az már egy picivel hangosabb, tehát az már egy ilyen kis légsziréna. Tehát az... Szép volt. Ez ilyen, mint a katonaság volt, ez a jó reggelt, jó reggelt, és... Tehát, hogy ez általában is szokott lenni. És akkor van az, amikor olyan kis szerencsés vagyok, hogy a REM fázisomnak a legesleg, vagy elején, vagy végén járattak az elég, hogy ébredéshez elég közeli állapotban, és olyankor így tudod,
meghallod így, még álmodban, ez amikor az Inception-ben jött be a víz így az ablakon, tudod, azért, mert leöntötték egy izével, belökték a kádba konkrétan. Na ugyanaz az érzés, hogy így áttranszponálsz így az életbe. És így ez az álomban, a meglévő álmomban meghallom azt, hogy valami csörög, meg ez ismerős, és akkor ebből lesz egy félálom, és akkor ebből fölkelek. De ez olyan kis kellemes, ezt, hogy tudod, hogy kinyitod a szemed, nem érzed azt, hogy így valami negatívum lenne azáltal, hogy te most fölkelsz, és fölkelsz, kikelsz az ágyból, és jó vagy. És elindítod a napot, és akkor ott a kávé igazából azt azért iszod, mert már reggeli rutin is jól esik. Igen, igen, igen. De egyébként meg úgy, ha nem innen, akkor se lenne baj. Ez volt a hétfői ébredésem, és ezt tökre örültem neki, mert beállítottam 5:50-re, imádtam. Jöttem a reggel, ami úgy nézett ki, hogy így a vajra keltem, és hát ilyen vietnámi körülmények uralkodtak. Tehát nem tudom, tehát mondom, hogy a REM fázisomnak így legmélyebb álmomból riasztottak föl, és olyankor még csodálkozom, hogy a kávé gépig eljutok. Anélkül, hogy megölnél valakit. Igen, mert tudod, mindig mondják azt, hogy csak az ágyból kikelni nehéz, onnantól már könnyű. De itt nem ez volt benne. Tehát itt kikeltem az ágyból, elmentem a fürdőszobáig, belenéztem a tükörbe, megijedtem. Az egy dolog, hogy a többiek megijednek, de hogy most én is megijedtem. Ajaj. És gyakorlatilag nem segített a hidegvizes öblögetés nyakra, arcra, stb. Lementem a lépcsőn, itt azért ugye már mozgásformák is vannak, az se segített. És egészen addig, ameddig le nem húztam azt a 2 deci tömény kávét, addig én azt hittem, hogy padló kövén el tudok aludni. Úgyhogy nagyon durva, nekem ezek a 2 végleteim. A srácok, nektek milyen végleteitek vannak? Nekem az a végletem, hogyha én megpróbálok úgy... Bocsánat, Bandi, a több ezer nézőseregünket kérdeztem, akik a reklámunk az ad miatt jöttek ide. Szóval nekem az a technikám, hogy megpróbáltam azt, hogy kiszámolni körülbelül a REM fázist, és időben lefeküdni olyan este 12:30-11 felé, hogy pont jól ébredjek. Majd 11:30-kor arra vettem észre magam, hogy kint DS-ózok a konyhában a laptop mellett. Úgyhogy nagyjából ennyit erről. Nem, Bandi, elmondom neked, hogy a rohadtul nem működik ez, mert a REM fázisod, az biztos vagyok benne, hogy nem lineáris. Mivel én is rájöttem. Vasárnap este... Igen. Nem az, de én vasárnap este is éjfélkor feküdtem le, vagy maximum 10 perces eltéréssel, meg kedden is. Tehát pont ugyanazt az időintervallomat aludtam végig. Pont egy maximum egy 20 perc eltérés lehetett a kettő között. És mégis a 2 véglet. Hát figyelj, erre csak azt tudom neked mondani, hogy az a baj, hogy mi nem egy napot élünk. Tehát én fixa ideám azt, hogy egy napunk az nem 24 óra, nem olyan 30-32. Érted? Tehát, hogyha, mert ha jól kialszod magad, tehát nem ébreszt fel senki egy semmi, nekem nem mondd azt, hogy nem tudsz ledolgozni 10-12 órát nevetve. Igen. Ugye? Simán. Ugye? Tehát nem, nincs értelme 8 órát ledolgozni, hazamenni, ágyba kényszeríteni magad, majd korábban felkelni. Tehát egyszerűen én szerintem az a biztos, hogy egy másik bolygóról származunk, hogy nekünk hosszabb a napunk, mint 24 óra. Legalábbis nekem biztosan. De tényleg. Tehát, és én nagyon szeretnék inkább 10-12 órát dolgozni, utána otthon pihenni egy 20 órát, vagy nem tudom, szóval számolt ki, hogy jön neki az arányok, nekem tök mindegy. És ezeket nem kapom meg. Nem kapom meg, mert túl korán kezdődik minden. A pihenés fázis, a munkafázis, a felkelés fázis, ugye? Kuc-kuc. Igen. Úgyhogy ezért szar az egész.
Tehát én, amikor így most például itthon vagyok, és teljesen független vagyok, én ma ott tartok, hogy reggel 4-ig, 5-ig, már 6-ig ülök itt a gép előtt, aztán megyek aludni. Tehát nagyon sok fel kell reggel, és lefőzi a kávét, én meg közlem vele, hogy megyek aludni. Hát először még hülyének nézett, aztán most már csak így legyint csalódottan, reménytelenül fog. Úgyhogy ezért szenvedsz te is. És akkor, ja, hát meg a másik véglet az, amikor valaki annyi dolgozik, hogy sosem alszik, mert annak mindegy. Nem, ez még nem sokára nem is megtörténik, vagy már, vagy hogy kérdezt mondani. De nem tudom, tehát igen, tehát egyébként az a helyzet, hogy bármennyire hangzik furán, meg őrültségnek, de én tényleg ennél nem tudok jobb magyarázatot, hiszen amikor én nem vagyok arra rákényszerítve, hogy minden alkalommal tartsam magam a napi rendezés, voltak ilyen például nyári szünetek, hát akkor én simán tudtam azt csinálni, hogy basszus, nem tudom, hajnali 3-4-ig fönnmaradni, 11-10-ig aludni, és minden nap 1-2 órával eltolódott. Ugye? Ugye? Ez az eltolódás miatt mondom, hogy kevés nekünk a 24 óra egy napnak a birtoklásához. Tehát én szerintem valahol olyan 28-30 órás lehet az a bolygó, ahonnan az emberiség származik. Nekem ez fix a ideám. Tehát nem tudjuk magunkat kipihenni egyszerűen, vagy nem tudom, de meg időben lefeküdni, hát jó. Azért azt mondják, le kell feküdni, és akkor ezért van az, hogy még éjfélig telefonozol az ágyba, mert nem tudsz elaludni, érted? Nem? Igen. Úgyhogy... Igen, tehát ez a... Én annyiszor csináltam már azt nekem. Én emlékszem, a leges legtöbb idő, ami az ágyba kerülés és az elalvás között telt el, az 4 óra. Uh-huh. Érted? És, forzalmas, és gyakorlatilag megvolt az, hogy... És én most már egyébként így, hogy rendszeresen, tehát én már nagyon-nagyon régóta átálltam a 6 órás alvásra. Aha. Tehát én már nem alszom, én eddig mindig nekem megvolt a 8 óra. Tehát én valahogy mindig úgy csűrtem, csavartam, most ugye jókor beszélek, amikor őrködöm, érted, és akkor 24-48-ban voltam, de alapvetően nekem mindig megvolt a 48, vagy a 8 óra pihenésem. Aha. Mert úgy voltam vele, hogy ez ennek muszáj. Viszont már egyszerűen így, hogy egy folyamatos napirendre át tudtam térni, uh-huh. Így gyakorlatilag az a helyzet, hogy óra nélkül is már ilyen 6 óra környékén szoktam reggel felkelni. Ja, hát hozzászokik a szervezetet, persze. Igen. Aha. Igen. Én is, igen. Tudod, hogy hányszor kelek föl meló előtt, annyira ahányra az óra be van állítva előtte 10-20 perccel. Hát persze, ha az ember hozzászokik egy rendszerhez. Én igen, de hogy annak ellenére, érted, uh-huh. hogy annak ellenére, hogy mit tudom én most reggel, tudod, ez van általában, hogy mondjuk amikor van egy nyári szüneted, vagy egy, kiveszel egy hét szabadságot, vagy bármi, és akkor hozzászoksz ahhoz, hogy nem reggel, hanem úgy tudod, kitolódik 7-re, 8-ra, 9-re. És akkor ugye az van, hogy annyival később is fekszel, tehát általában ez azért úgy el is szokott úgy tolódgatni, uh-huh. És akkor milyen érdekes, hogy általában ugye azt lehet megfigyelni, hogy ahogy az ember szünetet tart, úgy lesz a kelés és a fekvés egyre későbben, igen. Vagy későbbre időzítve. És ugye ez akkor szokott visszaállni, amikor mondjuk van egy hétvége, én nekem ez például suliba volt mindig, hogy mit tudom én, jártam, főleg általános iskolában volt ez, olyan középiskolában már át tudtam is szokni nagyjából a dolgokra, de általánosban volt az, hogy Levike reggel 6:30 kell, és nagyjából 9:30 ágyban van. És amikor hétvége volt, akkor péntek este, nem 9:30, nem csak 11:30-12 mentem ágyba, de 8:00 keltem reggel. Uh-huh. Aztán utána már, mivel akkor voltam a legnagyobb DSO-s korszakomban, ez az általános iskola vége, középiskola eleje, akkor már Levike éjfélkor, meg hajnali 2:00 ment, és 10:00 kelt. Uh-huh. És akkor ez így... És ugye ez akkor vált vissza, amikor ugye a vasárnap este nem tudtam eludni csak éjfélkor vagy hajnali 1:00, viszont reggel ugyanúgy kelni kellett 7:00, és ez az alvás különbség, az az alvás hiány, az ugye megalapozta azt, hogy ne legyen kedvem fenn maradni utána már éjfélig. Igen. Hétfő este. Viszont itt én ezt nem tapasztalom, szóval most már hát igazából egy 3-4 hónapja gyakorlatilag ilyen 5-6 órákat alszom, uh-huh. És nem érzem azt, hogy én nem lennék kialudva napközben.
Aha. Kávéval, cigivel. De próbálj meg kávé nélkül. Hát jó, persze, de egyébként nem tesz hozzá sokat, tehát nem kávézom sokat egyébként. Nem? Az mennyi ez a nem sok energiaitallal együtt? Energiaital az nem nagyon. Nem? Az Tényleg? nagyon ritkán, az ilyen heti, hát az ilyen heti egyszer-kétszer figyel be. Nem mondom. Nagyjából. Aha, nem sokat viszont. Kávé az mondjuk van a reggeli, meg mondjuk napközben még Aha. egy esetleg. Mert én azt szoktam csinálni, és hidd el, hogy így van, hogy amikor megiszom a kávét, akkor ugye elég szar a számizemer benne az az erős csersa, ugye az erős kávé miatt, akkor mindig energiaitalt szoktam inni, hogy kijövítsem a számat. De tényleg, tehát ez. Én bele is halnék, hogyha nekem nem lenne az energiaital a kávé mellé. Hát honnan se úgy? Komolyan most úgy annyira csorog a nyálam, én most ha nem iszok egy kávét, Én nem vagyok így rászokva egyébként, én nagyon érdekes. rettenetes módon. Tehát én szerintem sajnos túlságosan is függője lettem. Tehát, de olyan mag, tehát a magas, nagyon magas dózisoknak. Itt inkább az a baj, hogy nagyon magas dózisoknak. Tehát az, hogy most egy kis bögre kávét meginni, mint a gyerekek, hát tudod, akkor most azt hinném, hogy valami bedekót iszok, komolyan, vagy Nesquiket. Ez a viccnél is rosszabb ötlet. Úgyhogy nem tudom igazából mitől van. Tehát ez a hatalmas kávéfüggés. Ez olyan drog, mint az Hát ez alkohol, meg a ugyanaz, mint a cigi. nikotin. Figyelj, a Azt koffeinnek mondod. ugyanolyan, tehát A ugyanaz a... serkentő hatása, mi? Igen, tehát Akkor a kávé gyakorlatilag... iránt miért vagyunk megengedőbbek? Hát, mert talán az ahhoz kevesebb negatív tapasztalás fűződik. Ja, nem tudják azt mondani, hogy rákot okoz, meg jelzem, egy kis gyomor fekély. Persze, most figyelj, én eddig akárhány embert, akit most erről nyilván lehetne vitákat nyitni, eddig azért a legtöbb olyan ember, akit én ismertem, és higgyétek el, hogy volt egy pár családtag is, meg mindenki, aki tüdőrákba vagy valamilyen daganatos betegségbe halt meg, Az nem és tüdőrák. dohányzott. Hogy igen. De nem, az dohányzott, de volt 73 éves, amikor meghalt. Ez most olyan mindegy. Érted? Jó, Tehát hát most... a legfiatalabb ember, akivel én találkoztam, és nem találkoztam, ez hülyeség. Tehát a legfiatalabb ember, akit én úgy tudok, hogy meghalt tüdőrákban, és nagy valószínűség az, mert lázadás volt, az Eddie Van Halen, ugye most halt meg, 65 évesen. Most Tehát. sajnos egy olyan durva vonulata, vagy olyan aspektusa jött elő a cigarettának, hogy mi asszonnyal meg anyóssal hárman leültünk egyik nap, és közöltem velük, hogy hallottam most, hogy mennyibe fog kerülni a cigaretta. Mennyi lesz? Körülbelül 1800 forint. Ja, azt én is hallottam, Na, és akkor így mondtam, hogy ugye kiszámoltuk a ugye kifaggattam őket a ez most volt egy napja, kettő. Kérdeztem, hogy ki mennyit dohányzik, hogy gondolja, és tudod, mennyi az átlagos cikki kiadás nekünk januártól kettejükre? És ez Na. nem, ez szerintem mindenhol így van. 72 ezer forint jött ki. Érted? Januártól. Igen, 72 ezer forint havonta. Hát de ők nem dohányoznak sokat. Ja, havonta? Havonta, milyen sok? Nem, ez Ja, neked hogy nem sok. havonta. Ez neked nem sok. Nem, azt mondtad, hogy januártól kezdve 72 ezer forint. Az önmagában nem sok. A havonta, az már sok. Mi mit gondol, évente? Hogy számolt? Nem, csak azt nem mondtad hozzá, hogy havonta. Aha, igen. Szóval havonta, barátom. Úgyhogy szóval ez egy kicsit úgy letaglózott, mert Az sok, az sok. az egy évben 850 ezer forint, az pedig egy autó. Érted? Évente egy autó. Az durva. Igen, Nekem igen. mindent meg lehet magyarázni. Igen. Meg hogy én mire költök, persze, hogy mindig költök valamire. De nem tudom, szerintem egy drón, vagy egy kamera, vagy egy objektív, az nem mérhető a cigarettához, nem? Levente. Hát Le. figyelj, azt tudja. Levente. Levente. Ne csináld már. Bandi, hoz neked hasznot a drón? Nem érdekel, hogy hozzá hasznot, az egy maradandó tárgy, ez 10 év múlva is De tárgy. érdekeljen, mert ugyanúgy költesz rá, úgyhogy nem jön vissza. Tehát én De... szerintem, hogyha valami, de nem, de tehát hogyha De... valamire költesz, akkor azt kétféleképpen lehet értelmezni.
Úgy azzal a szemmel lehet nézni, hogy költesz rá, és ez visszajön, vagy cserébe mekkora örömet ad neked, Cigarette és nem ad hogyha örömet. visszajön, akkor menjen vissza. Cigarette nem ad örömet, annak csak a hiánya bánt. Érted? Hát nem tudom, én speciál szeretem magát a cigarettázást. Mert mi a jó benne? Nem tudom, én a feelingét szeretem. De milyen feelingje van? Nem értem. Ez a... Hát most ezt így nem tudom elmagyarázni, hogy milyen feelingje van a cigarettázásnak. Egy ilyen... Nem tudom, fogod a kezedbe, szívod. Nem tudom megmondani, hogy mitől jó. Mert most nyilván elkezdhetném mondani, hogy a koffein sejtjén ki, nem tudom, én a feelingét is szeretem. Tehát biztos, hogy valamilyen szintű függőség meg kialakult, hiszen nem dohányoznék, hogyha nem alakult volna ki függőség. De én például nem a stresszoldásra szívom. Tehát én nem akkor gyújtok rá, amikor az a hú, de fölbasztam magam, és akkor az első pöttyeg itt, hogy így elgyel, és akkor tudom meg. Nem, arra falat verünk, tehát arra megvan a, megvan a megoldás. Vagy annak a fejét, aki fölbaszta az agyadat. Igen. Amennyiben ez lehetséges, és magyarul beszél. Jaj, értem. Igen, itt tényleg az a gebasz, hogy a cigi az szörnyű. Tehát az, nem, szerintem egyszer nagyon drága tud lenni, drága. Persze. Tehát azért most már lassan a 2000 forintos dobozárhoz eljut, és az, hogy a jövetelem nem nő így, tehát itt ez a fő baj. Tehát most az, hogy ki hogy lesz öngyilkos, hát csinálja mindenki, nem szorul bele a dohányosok életébe. Asszony belehal, hát keresek másik menyecskét, nem tudok mit mondani, érted? Tehát most az ő döntése, nem harcolhatok, ha én nem akarjam. De nekik elmegy egyébként egy nap az egy doboz? Nem. Nem, hát egyszerűen, hanem mi másfél napra számoltuk két emberrel, tehát ez azt jelenti, hogy akkor 40 doboz egy hónapban, 1800 az 72 000. Aha. Nem volt bonyolult matematika, gyorsan a végére jutottam, volt 72 000 ujjam, hogy összeadjam. Na, szóval csak inkább az a szörnyűség, hogy ahol egy családban ketten dohányoznak, az már egy fél havi fizetésért. Tehát az milyen kemény pénz, nem? Igen. A franc se gondolná, és bazdmeg, hogy összeadja. Hát de na, most mit tudsz mondani? Hát igen, és azért abba gondolj bele, hogy nekem nem egy ismerősöm van, aki olyan szintű lánzdohányos, hogy több mint egy. Tehát, hogy másfél per kettő doboz. Úristen, és ez miből tudja ezt fenntartani? Én nem tudom. Ott már nem jut kajára. Nem tudom, de maradjunk annyi, hogy a legtöbb ilyen ismerősöm az állandó vendége a kocsmába, ahol zenéltem, ameddig be nem zárt, ugye? Igen. Aha. Tehát ugye ott a pia is megy. Tehát én egyébként én azt nem tudom megérteni, hogy azok az emberek, akik általában a legjobban sírnak, hogy ez egy szarország, és most én nem foglalok ebbe állást, hogy így, tehát tudod, ez a politikus, a foci edző, kupidó, és mit tudom én, és ugye állást foglalnak, hogy ez ilyen szar, és úgy nem keres, és így nem ízé, és nem tud félretenni, és nem tudom micsoda, és éhezik, és fasz tudja. És akkor mondom, két doboz cigi egy hónapba, vagy egy nap, egy nap. Meg nagyjából minden délután az a program, hogy kocsmában van. De azt miből lehet fedezni, arra neked nem lenne pénzem? Én is ezt a kérdést nem mertem még feltenni, mert nem akarom a barátságunkat kockáztatni, tudom. Tehát én is ezen értetlenkedem, hogy akkor számoljuk már el, hogy akkor az két doboz az 3000 forint, akkor az 90 000 forint egy hónapban, csak egy embernek csak a cigaretta, meg akkor számold még azt a legalább 2000 forintot, amit minden nap eliszik, tehát akkor az még egy 60-as. Segíts nekem, az mennyi, ez 60 ezer forint. 150 rupi. 150. Per hó. Per hó. Az kemény azért. Azt a mindent. Úgyhogy igen, tehát itt azért meg kell gondolni az ember, hogy mikhez nyúl hozzá. Na mindegy, hát én ezzel tudod, hogy vagyok. Hogy mindenkinek a magad cseresznyének pogácsa, tehát akkor csináld, hogy lassan itt már hideg.
Csak fele tudja. Vagy nem bánunk meg semmit? Nem gondolod, hogy az ember megbánja a döntését, de egyszerűbb nem megbánni semmit, bele sem gondolni. Franc tudja. Hú. Jó kérdés, hogy... Hogy milyen jó megoldás. Jó kérdés. Aha, hát meg ugye, amikor mondják a felelős gondolkodás, jó, de milyen szintekig? De... Milyen szinten gondolkodik az ember felelősen? Családom felé tartozok felelősséggel, magam felé tartozok felelősséggel, a társadalom felé tartozok fel, a világ felé tartozom felelősséggel. Lehet, hogy nem tartozom felelősséggel, kiderül. Ezt akarom megkérdezni, hogy például mennyire nagy bűn az, hogyha mondjuk van egy orvos, tehát kérdés, ez ugye ez egy nagyon jó kis ilyen etika órának is megfelelhetne egy ilyen kérdés, hogy van egy orvos, aki nem, tehát még egyetemre jár, de egy feltörekvő tehetség, és ugye gyakorlatilag karmikus az, hogy ő hatalmas koponya lesz, és nagyon sok emberen tudna segíteni, és akkor egyszer csak úgy dönt, hogy hát ő nem csinálja. Tehát akkor ott neki mennyi felelőssége van abban, hogy ő tudja, mert ki van jelölve egy útja, meg van határozva, hogy ezt tudná csinálni, már mit tudom, ott van, hogy lehet, hogy doktoráljon csak, és csinálja, és stb. És ő mondjuk munkát vált, mert ő azt mondja, hogy ő mondjuk inkább lesz, mit tudom én, használt autóértékesítő, vagy biztosítási ügynök, vagy valami. És akkor ott neki mennyi a társadalmi felelőssége, hogy gyakorlatilag lehet, hogy mondjuk több száz ember életét megmenthette volna? Hát de figyelj most! Mert gyakorlatilag, tehát most, hogyha azt mondom neked, hogy valaki dohányzik, és ez annyival megnöveli az esélyét annak, hogy hamarabb eltávozzon az élők sorából, ez ugyanaz az arány gyakorlatilag. Figyelj. Lehet, hogy... Én egyben biztos vagyok most, hogy így körbejártad a témát, hogy így körvonalazodott, hogy csak annak van felelőssége, aki felvállalja. Tehát egy olyan embertől ne várja felelősséget, aki nem vállalja fel, hogy neki van. Igen. Ugye? De az úgy potyondít, tehát az úgy felejtsük el. Nem. Tehát ha én azt mondom, hogy nincs felelősségem, akkor te nem tudsz engem kényszeríteni. Megölhetsz, rabipkába hajthatsz. Nem vállaltathatod velem. Figyelj, én azt gondolom, hogy mindenki azért tud csak, tehát nem azt, hogy most én nem vagyok az, aki meg tudja így mondani 21 évesen, hogy kinek miért kéne felelősséget vállalni. Én azt gondolom, hogy mindenki csak azokért a dolgokért tud felelősséget vállalni, amiért egyébként mondjuk lelkiismeret furdalást érez. Uh-huh. Tehát amit a magáénak tud érezni. Ugye ez nagyon jó volt például ugye a Lucifer című sorozatban, ugye pont elmondta Lucifer, hogy a pokol az a saját lelkiismeret furdalása. Tehát hogyha valaki mondjuk gyilkolt, ölt, rabolt, és mit tudom én, brutálisan gonosz otromba életet élt, de ő ezeket nem bánja, és nincs lelkiismeret furdalása, akkor a mennybe jut. Ha valaki egyszer ellopott egy csokit, és az 50 év után is emészti a bűntudat, és stb., akkor megy a pokolra. Addig, ameddig a bűntudatát meg nem oldja. Aha. Érted? És gyakorlatilag valahogy így lehet ez a felelősségvállalás is, hogy most, hogyha én valaminek nem érzem a felelősségét, vagy nem érzem azt, hogy ez hozzám tartozna, akkor miről beszélünk? Tehát ez ugyanaz, mint hogy tényleg most akkor egy milliárdosnak, ugye ez is egy nagyon etikai kérdés, egy milliárdosnak, egy nagyon-nagyon gazdag embernek kellene adakoznia? És hogyha igen, akkor hova kellene adakoznia? Vagy csak olyan helyre adakozhat, ahol kevesebb gyereknek okozhat több jót, vagy bocsánat, kevesebb embernek okozhat több jót, vagy inkább sok embernek okozzon kisebb jót? Hát csináljon valamit, nem? Tehát az mondjuk például, most akkor ott van, ugye vannak ezek a nem tudom, az egyetemen tanították, nem végeztem el, azért vagyok évige. Nem tudom, hogy pontosan milyen kizárólagos döntés, hogy valahogy úgy hívták, hogy bárhogy döntesz, annak mindig valamilyen következménye van gyakorlatilag. Ugye ez gazdasági értelemben volt levetítve, tehát hogyha mit tudom én, te körtét vásárolsz, akkor körtét fogsz tudni eladni, és nem almát, abból annyi profitod lesz, tehát ez egy ilyen mini pillangó effektus. De hogy mondjuk a Bill Gates az jól tette azt, hogy a vagyona felét azt jótékony célokra áldozta fel, ahelyett, hogy mondjuk a vagyona felét mondjuk nem is tudom, a szoftverfejlesztésbe tolta volna bele még, és abból mondjuk esetleg létrejöhetett volna akármi egy olyan rend
tehát egy olyan fejlett rendszer, ami nem tudom, talán ugyanazt a dolgot megoldhatta volna, vagy értetett valami, mit tudom, most azért belefektet valaki 50 milliárd dollárt egy projektbe, azért az megindul. Tehát ugye itt ez a kérdés is jó, hogy oké, hogy az afrikai gyerekeken segítettünk, de hogy esetleg az a pénz az mondjuk tudott volna egy jobb helyre menni, vagy milyen szempontból tudott volna jobb helyre menni? Nem tudott Vagy volna jobb miért helyre nem, menni, nem? miért nem az indiai kisgyerekeknek utalt? Tehát ugyanúgy sokan vannak, ugyanúgy éheznek. Tehát miért pont az afrikai gyerekek? Vagy miért pont oltásra? Miért nem ételt vagy házat épített nekik? Tehát annyi ilyen kérdés van egyébként, ami tényleg ilyen etikai dolog, és ide fűződhetne. Hát nézd, én azt mondom, legalább tett valamit. Általában, aki ezeket a kérdéseket felteszi, az meg nem tett semmit, nem? Igen. Én például, Figyelj, tudod... én már kezdek hozzászokni ahhoz, hogy vannak az alkotók és vannak a kritikusok. Aha. És általában a kettő az egyikben nem lesz másik. És azért nem, mert aki alkot, az pontosan tudja, hogy milyen kurva nehéz az a procedúra. Aki meg kritizál, az meg azért nem lesz alkotó, mert aki egész életében csak kritizál, az soha nem fog tudni elkezdeni alkotni. Soha nem fogja tudni elérni azt a nem tudom, igen, mert azt a nem marad rá szintet, hogy ő energiája. elkezdhessen arkolni, vagy alapvetően nincs is annyi, hogy ő ezt az egész procedúrát elkezdhesse, és irigykedik, és féltékenykedik. Aha. Alkotásról jut eszembe. Igaz. Timike? Timel? Mikor lesz kész? Holnap? Na mindegy, Levente, képzeld el, hogy addig böllengettem Timivel, amíg ki nem talált egy egyedi logót. Na. Hát most így nem akarom live-ba lelőni, majd ha kész lesz. Tehát még csak az ötlet van meg, mert te hogy csinált ilyen, ez a rajzpapíros, mi ez a papír, ez az átlátszó, tudod, ez a... Ja, tudom, a... igen, olyanra copy, copy papír. Az a pausz papír, ez az, ezt a szót kerestem. Szóval arra csinálta meg, mert csinált egy párat, és mondtam neki, hogy gagyi, és akkor megértette, hogy mire gondolok, és abban a pillanatban egy olyat rittyentett, hogy mégis nincs benne semmi olyan egyedi, hogy azt tudnám mondani, hogy úristen, most hanyat vágom magam, csak elegánsan adotta meg a kérdést, inkább úgy tudnám mondani. És ez nagyon, nagyon tetszik. Holnap kipofozom belőle, hogy fejezze be, amennyire csak tudja. Utána meg kell csinálni ugye digitálisan, mert ugye ő kézzel dolgozó típusú emberke. És az anyja. Onnan na jó lesz, meg lesz a logó. És ezt én égi jelnek tekintem. Mert most ugye alkotásra jutott eszembe, hogy én kurvára tehetségtelen vagyok, tehát ha nekem kéne rajzolni, énekelni, nem tudom, tehát ilyen dolgokba belehalnék, mert nem tudok. De ugyanakkor szerintem rendszerben viszont össze tudom látni ezt az egészet, úgyhogy megcsinálja. Tehát én rájöttem, hogy ilyen, amikor alkotás van szó, én is alkotok, csak rendszert. És ez tök. Érted? Tehát én mást alkotok, nem ilyen mesterműveket, mint ilyen szarok. Na, úgyhogy... és még van egy jó hírem, Levente. De, illetve nem, egy kérdésem van. Híreket majd utána. Te hogy állsz a Covid-oltással? Nem szeretnék állást foglalni. Nem ez a kérdés, tehát nem így nem. Értem, hogy most politizálj, hanem oda fekszel, vagy nem fekszel oda. Tehát most ennyi a kérdésem. Ebben nem szeretnék, mert... Hát de nem, sokára megkérdezik tőled, nem. Hogy Levente jöjjön be. Tehát... Jó, hát akkor majd, hogyha más is olyan hülye lesz, mint én, akkor majd bátrabban fölvállal. Nem tudom. Az a helyzet, Bandi, hogy nem akarok közutálat tárgyává válni.
Már mivel? Nem Mert értem. Mivel? Mivel? Hát most... figyelj, most én bármelyiket válaszolom, mindegyiknek lesznek pártfogoltja, Ne, és csak hát most mi van, ha válaszolsz? Hát kit érdekel, hogy mit gondol más? Mi az érdekel, hát te mit jó, gondolsz? nem tudom, megmondom nektek őszintén, gyerekek, hogy én nem vagyok tudományos beállítottságú ember, imádom a tudományt, de sajnos nincs meg hozzá az agyi kapacitásom, meg a beállítottságom. Te Nem vagyok művész vagy. szakértő, nem vagyok, ja, fogjuk rá. Nem vagyok szakértő, nem vagyok biológus, nem vagyok virológus, nem vagyok vegyész, nem vagyok semmi. Egyszerűen van egy gondolatmenetem, és én ehhez próbálom magam tartani. És én nem oltatnám be magam például. Mert ugye azért azt valljuk be, hogy az oltás, ugye az maga a betegségnek a megelőzése, ugyebár. Tehát ugye adnak egy legyengített, vagy egy inaktív, vagy nem tudom pontosan miért. Tehát ezért mondom, nem tudok ebbe a részletekbe belemenni, vírust, és akkor ugye az kifejti szépen, nem tudom, napok, hetek alatt a hatásait, és egy-két héten belül elvileg, de, vagy nem tudom, hogy most mennyi az időintervallum, de hát immunis lesz a vírusra, 95%-ban azt mondják. Na most, igen, nem, csak ennek az oltásnak vannak kockázatai. Legutóbb, amit nagyon sok helyen olvastam, ugye az, hogy daganatos elváltozásokat okozhat. Adeno-asszociált vírus, azt hiszem azt tartalmazza, és vektoros formában juttatják, nem tudom, tehát tényleg csak hallottam valamit, de én azért azt gondolom, hogy amikor valami esetben mondok, hogy 1% esélye van arra, hogy tehát, hogy kialakulhat a későbbiekben daganatos megbetegedés. Én azért azt gondolom, hogy a COVID az én esetemben nem az a fajta vírus, amire én ezt kockáztatni szeretném. Tehát nem egy bubópestis, nem egy kolera, nem egy ebola, nem egy, nem tudom, mi lehetne még, ami brutális. Tehát én így vélekedem róla. Na, megmondom, miért kérdeztem. Mert engem semennyire nem érdekel az egészségügyi vonatkozása, mert nem, tehát annyira nem tudok okos lenni, hogy ezt már nem tudom elmondani. Hanem csak annyi, hogyha beoltatjuk magunkat, most a hideg logikával, onnan kezdve kezünkbe kell, hogy nyomjanak egy világjegyet. Érted, mit mondok? Igen, ezt mondtad már múltkor, hogy Onnan kezdve nincs megállás, mert engem ne okoskodjon. Tehát én beoltattam magam, akkor milyen korlátozás szabad ki rám, te nyomorult fel. Érted? hát igen. Na, és én csak azért gondolkodom, mert hogyha a jövőre beoltatjuk magunkat, tegyük azt, tegyük fel. Ilyen egy boldog áprilisi napon, ahogy O1G ezt elhatározta, akkor mi lenne, ha nyáron elindulnánk, és teljesítenénk a mi saját El Camino-nkat? Emlékszel még rá? Én nem emlékszem rá, de akkor sem fogom magam beoltatni. Nem, hát jó, majd akkor megbeszéljük, mert mondom, ez csak a szabad út miatt, tehát pont leszarom a vírust és annak ellenkezőjét is. Nem tudok állást foglalni, mert se orvos nem vagyok, se politikus, hogy lássam, hogy mikor még hazudtak és mikor mondtak igazat ebben a kérdésben, hanem csak azért, hogy azt mondhatja az ember, hogy akkor szabaduljon fel a világ. Hát igen. Érted? Tehát semmi másért. Akkor nem lesz tovább indok. Ugye, bár is hozza a következőt, érted? Elindul a madárinfluenza, vagy mi a kurva anyja, érted? Hát nem tudom, azért figyelj, gazdaság folyton padlón tartása, nem tudom, hogy hosszú távon kinek kedves. Kína Mert azért kivérezteti. egyszer... A Kína kivérezteti a hipohonder Európát. Megmondom miért, mert például Figyelj. én nézem a izét, a Total Kart meg a Speedzónos fiúkat, és amellett, hogy kurva szép, kurva jó autókat, nagyon jó teszteket, versenyt, anyán kínját látok, tudod mi a fő mondani valójuk? Nem direkt, tehát most nem erre érezik ki, csak egyszerűen mindig idejük adunk ki. Az, hogy amíg Amerika nekiáll most éppen az újra a V8-asok gyártásának, Ó, Kína... Isten áldja őket! Én utálom ezt az emissziót, ezt viszont Na fölvállalom, gyerekek. igen. Tehát Kína az gyárt mindent, tehát az, Igen, amit lop, mindent is. igen, és
Ugyanakkor az uniós vezetők, tehát itt nem Kína, nem a Réka, nem az ellenség, nem a hold, nem az ufók, nem a marsiak, hanem maga az uniós vezetők olyan előírásokat, olyan szabványokat követelnek, illetve vagy parancsolnak, ami által megszüntetik az európai autógyártást. Ugye az autógyárakban lehet, hogy csak pár százezeren, 1-2 millióan dolgoznak, de a beszállítók, a hozzátartozók, catering, takarító, külső gyártó, érted? Itt már több 10 millió ember állása így puk, érted? Puk. És nem zavarja őket, nem zavarja őket, és nem tudom, hogy miért érdek egy uniós vezetőnek a saját polgárainak a megélhetésének a tönkretétele. Tehát ezt még nem bírtam felfogni, és hogy nem csak ezek a influenzákkal basszák segbe a kínaiak az európaiakat, hanem az európaiak magukat is. És ennek a motivációján nem vagyok túl valahogy, hogy ez a why. Why tartunk itt? Te ezt meg tudod érteni? Figyelj, én azért nem tudok ebben ténylegesen állásfoglalni, erre magyarázatot adni, mert akkor már az operatív törzs tagja lenne. Érted? Mert hogyha a lölő ellopja az uniós pénzét, abban legalább haszna van. De az uniós vezetőnek miért van haszna abból, hogyha figyelj, nem dolgozunk? Nem, tehát itt utólag mindig kijönnek azok a dolgok, nézd meg, hogy általában, amikor van egy nagyon megmagyarázhatatlan, vagy csak egy kicsit megmagyarázhatatlan, vagy egy teljesen megmagyarázható dolog, tehát bármilyen változás magyarul a világon, akkor arra mindig azt mindig követi záros határidőn belül egy jól érthető, logikusnak tűnő magyarázat, majd 5-10 évvel később kiderül, hogy igazából sokkal több szálon futott a sztori, mint azt gondoltuk, és gyakorlatilag így ez bevonva, az bevonva, amaz bevonva, így, tuff, így kikerül a pazos, hogy aha, ja, hogy a, ja, hú, bazd meg. tehát, hogy nem idiotizmus van, hanem egyszerűen csak egy titkos gazdasági érdek. Igen, szerint. De nem, tehát nehogy ez jöjjön, hogy ebből vírustagadók vagyunk, mert tudjuk, hogy létezik. Nem a vírustagadás. Kurva veszélyes. Nem a vírusról beszélek, hanem a csak én azt mondom, hogy autógyártásról. Szerintem, igen, tehát szerintem igazából most, hogyha az autógyártást nézzük, azért gyerekek, valljuk be, hogy a környezetszennyezés nagy részét, azt nem az átlagos, hétköznapi ember által használt 2200 köbcentis turbódízel meg benzin okozza. Tehát azért ezt logikailag egy picit is gondoljuk már végig, hogy most van 9 millió ember Magyarországon, abból mennyinek legyen autója? 2 milliónak? 3 milliónak? Mennyinek van autója? Mert legyen 3 millió autó mondjuk Magyarországon, vagy 4 millió autó Magyarországon. Ezek átlagosan fogyasztanak, nem tudom, 8 litert mondjuk, hogyha a dízeleket, meg mindent, meg a kismotorokat, ugye jó sok kismotort kivesszük, akkor legyen 7-8 literes fogyasztás. Ehhez képest hasonlítsd már össze azt, hogy hány darab kamion, tehervonat, amik még a régi dízeles ketyegős izék, hány darab ilyen nehéz szállítani, ipari szerkezet, gyárak, repülőgépek, bármi más. Jó, most ez nyilván ez nem az országhoz tartozik, de akkor számoljuk össze azt, hogy tényleg 1 milliárd, vagy másfél, vagy 2 milliárd autónak az üzemanyag fogyasztását, meg a károsanyag kibocsátását, vessük már össze a világon közlekedő nehézipari gyárakon át a tényleg a közlekedés technikán, gépészeten keresztül a vonatok, űrsiklók, repülők, hajók, tenger alatt járók, mit tudom én, tehát mi, hol vannak az átlagos járművek ehhez képest, könyörgöm? Igen. Tehát hol? Tehát most azért ezt amikor fogsz egy konkrétan, én azt olvastam múltkor, hogy az egyik óceánjárónak, ami még nem, csak nem is a legnagyobb,
az egyik óceánjárónak van egy motorindító motorja, ami 200 ezer lóerő. Hát miről beszélünk? Tehát akkor 200 ezer lóerő az indító motor. az indító motor. Biztos ez? Igen. Minek? Nem tudom. Fogalmam sincs. Tehát milliós lóerőkről beszélhetünk. Tényleg? Egy tenger alatt járó, igen. Vagy nem tenger, egy óceánjárónak a... Aztán, igen, tehát... És akkor ebből közlekednek százas nagyságrendben. Akkor ott vannak az anyahajók, jó, atomtenger, vagy atommeghajtással, meg mit tudom én. Persze tegyük fel, hogy az is ugye mennyire környezetbarát az atomenergia, meg az előállítása, meg a tárolása, meg a lebontása, tehát bármelyik. Tehát, hogy ezeket egy kicsit már mérlegeljük. Tehát ugye múltkor voltam egy statisztika, hogy ha minden egyes autó, ami belső égés, tehát eltűnne maga a belső égésű motor technológia a lakossági szférából, és az összes autó, személygépkocsi átállna elektromos hajtásra, nem hibridre, nem kis fogyasztásra, nem ilyen turbogecire, a bocsánat, hanem átállna kifejezetten elektromos. Tehát mindenki Nissan Leaf-el meg BMW i3-mal járkálna, meg Teslával, akkor 3%-kal lenne kevesebb a széndiokszid kibocsátása az emberiségnek. 3%-kal. És akkor jönnek ezekkel a downsizing-gal, amikor a 2000-es motorból csinálsz egy hatosat, meg egy négyeset, Meg meg egy egy hetteset. 1.0-ásat, igen, turbós. 1.0-ásat, és akkor ugye mondják, hogy annak mennyivel kevesebb a károsanyag kibocsátása. Az, hogy autópályán 5000-et pörög a 3000 helyett, azt már ne tedd hozzá, mert az már szarul hangzik. Városban Igen. nagyon jó a fogyasztás, tényleg, és smogot Igen. se csinál, nem a fasz nem. Igen. És 100 000 után dobhatod a kukába, tehát nem adod el. Hát ez a 150-200 ezer a teteje, igen, és azért De azt nem, azt halljuk, nem hogy adod el, nem 150-200, tud eladni. nem Senki fogod nem tudni veszi. eladni. Igen, az meg a másik, hogy ilyet nem fogsz tudni, Most ezt én alkatrészt nem mit fogok mondtál tudni a eladni. kodiakba, és milyen motor van? Valamit Hát mindjárt mondtál. megnézem konkrétan, ilyen 1.4-eset Aha. láttam benne múltkor, 1700 kiló az autó, vagy Aha. 1600. Jézusom. Meg lehet magyarázni mindent, csak nem érdemes, mi? De ott van például az Opelnek a Grandlander, vagy Grandland. Na, ültem múltkor egy ismerősömnek van Opel Grandlandje, az új, 1.2-es motorra. 1.2-es motorra. Furcsa, mi? Érted? Tehát én Olyan. nem tudom, hogy az mióta jó. Most ezt valahogy akkor ezt vigyük át, metaforizáljuk ezt a dolgot. Mióta jó az, hogy egy 100 kilós súlyt, vagy bocsánat, gyakorlatilag egy 100 kilogrammos súlyt, nem egy 140 kilós pacák visz, hanem egy bekokaizonozott 70 kilós. Ez miért jó? De Mint tényleg erről beszpidezet. beszél? Tehát Igen, inkább egy Teli, bestspeedezet. telibe, telibe lőnek, telibe gyógyszereznek, telibe drogoznak, telibe pörgetnek egy 70 kilós embert, aki normál esetben nem arra teremtetett, hogy egy 100 kilós súlyt cipeljen, de viszont televágják kokainnal, speeddel, azt tudja mivel, és akkor tök jó lesz, mert teljesítménynövelés is elviszi. És akkor melyik jut tovább? Igen, ezt sosem fogom megérteni. Hogy ez milyen előírásokban jó, tehát a világ melyik felének jó ez az egész sztori, tehát ez így nem bírom felfogni. Tehát Bocsánatot mutassanak rá. kérek, van a Kodiakból 1.5-ös 150 lóerős, meg 2000-es 190 lóerős, de mind a Az az kettő turbós. egy ötös, érted? Egy ötös. Akkor a kocsiban, öcsém, mert hogyha még mellette lenne a a hibrid, érted? Tehát mellette lenne egy ilyen, mit tudom, hány kilovattos villanymotor. Hát figyelj, 1600 kiló maga az autó, de olyan, mint egy szappantartó, tehát a légellenállás, az megint semmi. És innentől kezdve biztos, hogy nagyon jót fogyaszt, de ez, hogy 1.5-ös motorból 150 lóerőt kihozni. Most azért azt nézd, hogy a Honda-nak és azért a Honda, azt tudjuk, hogy nem könyörög más autók motor technikájának receptjéért. Tehát a V-tek és a tökéletes fogyasztású dízelmotor, meg mindent, tehát ugye azért azt tudjuk, hogy a japánok alapból benzinpártiak, de mégis sikerült nekik az Accordba, meg azt hiszem a Civicbe is, nem tudom pontosan, de az Accordba biztos, ugye az egyik legsikeresebb 2.2-es négyhengeres motor gyártani, dízelből. Na most az egy
egy Honda Accord még a mai technológiával is úgy, hogy V-tekes az autó, úgy hoz ki a 2000-es motorból 155 lóerőt. Ez itt 500 köbcentivel kevesebb, és kihozza ugyanúgy a 150-et. És ráadásul összkerekes. A 2000-es, a 190-nel, hát nem tudom, mint hogy egy fokkal jobb lenne, de azért nem tudom. Tehát annál nyilván jobb, mint amit a Volvo szokott csinálni, hogy 2000-esből 270 lóerő. Jaj. Ja. 260, nem tudom pontosan. Úgy. A tartóság, ne tovább, mi? De van olyan egyébként most itt is egy ilyen, hogy négykerekes, egy négyes, tehát 1395 köbcentis Kodiak, és ugyanúgy 150 lóerő. Dízel? Benzines. És ebben már van 137 ezer kilométer, és 7 millió 400 ezer forintért elrújják. Kíváncsi vagyok, hogy ki fogja megvenni. Uh-huh. Szomszédom, hát senki. Nem bírok benne megbízni, tehát úristen, egy négyes. Hát meg azért, öcsém, ez 2018-ban jelent meg az autó. Tehát ez azt jelenti, hogy két év alatt belepakolt az ember 137 ezer, 140 ezer kilométert. Két év alatt. Azt hogy csinálta? Évi 70 ezer, az havi 6 ezer, basszus. Igen, az nagyon durva. Egy ilyen kis egy négyes izével. Szerinted autópályán ez mit pörög? Napi kétszer, Isten. Minden áldatnak. Ez beteg. Meg nem beszélve egyébként most arról különben, hogy nem írják, hogy hány sebességes automata. Én ültem nemrégiben egy Volkswagen Arteonban, ami ideges 1.5-ös turbó, és az is 150 lóerős. Uh-huh. Érzése jó volt? Na, ezt akarom megosztani veletek, hogy papíron 150 lóerő, papíron nem tudom, ott van az annak megfelelő nyomaték, tehát papíron kihozták azt a kisebb motorból, egy 30%-kal kisebb motorból, amit eddig ugye a szívó motorokból hoztak ki. Uh-huh. De nem. Tehát az a helyzet, hogy érzésre közel nincs ott. Hiába van papíron meg a teljesítmény, érzésre közel nincs ott. Sokat turbójuk, késik, mi? Ugye? Nehezen durva a turbó néha. Az a durva egyébként, hogy amikor lepadlózod, ez azt hiszem 7 sebességes, és ezért egész jók az áttételek, tehát mit tudom én, 130-nál pörög ilyen 3000-et, vagy tehát tök jól megcsinálták ahhoz képest, hogy izé. De azt azért figyelembe veszed, hogy testi forgalomba zöld lett a lámpa, nyomott a csáva egy padlót, és akkor így tétovázott a motor. Először fölemelte, ugye 7 sebesség, tehát ott választani kell, hogy milyen áttétet választunk ahhoz, hogy gyorsuljunk. És akkor nyilván egyesek kezdenek, de mit tudom, mi volt, hogy mondjuk 30 km per órával így mentünk, vagy 50-nel, vagy bármi, és így tudod, lepadlózta, és akkor így először 3000, aztán 5000, aztán 4000, akkor 4000-re gyorsultunk 5000-ig, akkor vissza 4000-re, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon durva. Kereste lehetőségeit, mi? Pontosan. Keresett még 50 Nm-t, amit ki lehet préselni. El tudja indulni az autója. Hát nagyjából. Uh-huh. Tehát teljesen más az egész. Uh-huh. És azért, Bandi, te ültél már egy más kategória, V-tek lett volna kihagyni, ugyebár. Jaj. Arról van élményed, hogy az hogy gyorsult? Van, meg hát. A papát Hondájára gondolsz, és most büszkén mondod. Igen. Ültem én már sok autóban, tehát jó gyorsulós autóban is. Tehát nincs ezzel nekem bajom, csak hogy mondjam, tehát a racionális választásokat keresem én itt a... Érted? Tehát most tényleg az a 2.2-es Honda, az egy nagyon nagy választás, érted? Az úristen. Ez nagyon jó lenne, igen. De most egy ilyen autó... 10-12 kilométeres távokkal. Igen. Na, azt akarom mondani viszont, hogy az ilyen autó viszont most ilyen 17-18 millió forint újonnan, hogyha te ilyen minőségi autót akarsz venni, érted? Szörnyű. A turbosat, vagy melyiket? Nem, hanem hogy egy elég nagy benzinmotor legyen benne. Abba beledög lesz anyagilag. De újonnan akarod ezt megvenni? Igen, ha újonnan akarod megvenni, akkor beledög lesz. De kérdés, hogy egyáltalán, mert nem tudom, én azt néztem, hogy van olyan márka például, amit már szinte nem is gyártanak szívomotor. Hát ez az. Így az új szériába. Ez az Dezsvére. Hát ezt magyarázom. Nincs. De például Skoda... Én azt néztem, hogy gyakorlatilag a Skodából nincs nagyon szívó motoros, már például a Superbből, nem tudom, hogy a többiből van-e, uh-huh. De most a
Mondjuk nem tudom, egyébként azért az érdekelne, hogy a Fábiánál ezt hogy oldották meg. Tehát ahol a Fábiában alapból ez egy kettes motor volt, Igen. ott azt megemelték volna, kapott volna plusz 40 lóerőt. Vagy ezt levitték 1000 köbcentire, és akkor plusz 10 lóerő, tehát hogy valahogy ezt így kibalanszolták. Nem tudom, nem követtem a Durvot. Fábiát, mert Na mindegy. azért nem követtem a Fábiát, mert a Skoda számomra kezd rettenetesen túlárazottá válni. Nem Vagy... picit. Tehát azért én azt gondolom, hogy 14-15 millió forintot elkérni egy új szupervér, az még akkor is, hogyha egy szuperv, szerintem az sok. Hát de most már azt veszed, hogy egy Golf mennyibe kerül, egy... Nem tudom, tehát olyan autóárak vannak, hogy nem tudom, hogy ki bírja megfizetni. És ugyanúgy nem férsz bele, csak szólok. Igen. Ja, igen. Ezt akarom mondani, hogy most már 5 méter hosszú az autó, már nem fér be a garázsba, de még mindig kicsi a vezetőülés, még mindig kicsi a hátsó lábtér, még mindig nem tudod kinyújtani a lábad. És már 5 méteres autó, régen a bálna volt ennyi, érted? Azt táncoltál benne. Tehát, és még mindig nem férsz el. Hát ez... Jó. Biztos mi nem értünk az autókhoz, lehet, nem? Vagy mi vagyunk túl nagyok. Na mindegy, ez egy lehetőség. Jó, hát nem vagyunk kis darabok, ezt nyilván én elismerem. De nem tudom, tehát én már megint úgy vagyok vele, hogy nem vagyunk kis darabok, de nem kevesen vagyunk nem kis darabok. Igen. Érted? Tehát nekem ez a legnagyobb problémám egyébként, hogy nyílik ki a világ egyre több. Tehát szerintem minden nap, érted? Jön be egy új világnézet, egy új nem, egy új világ elgondolás, elmélet, megközelítés, tudományágazat, bármi, és egyre nagyobb az olló, és stb. És a nagy darab embereknek, vagy mit tudom én, az elhízott embereknek, a túlméretezett pacákoknak még mindig, mint a, nem is tudom, a kifingott levegőn úgy néznek át az emberek. Ugye? Tehát, hogy konkrétan már érted, bemész egy boltba, és kapsz érted, nem is tudom, símérre megfelelő fürdőnadrágot, vagy fürdőruhát, érted? És akkor, amikor meg így azt kérdezett, hogy, és ezzel nincs problémám egyébként, ez szögezzük le, tehát ezzel semmi problémám nincsen. Azzal van problémám, hogy amikor így odállok, hogy jó, akkor figyelj csak, ekkora méretben lenne, na de, nem, nincs, akkor Aha, nincs, ha, nincs. hogy, ez a hogyan képzeled, fiú? Ugye? Aha, tehát, hogy te mit gondolsz, hogy te hova gondolsz? Te hogy? És hogyha ha egyedül lennék ekkora, én akkor azt mondanám, hogy hát jó, talán persze, nyilván nem az én igényeimre kell szabni a dolgokat, de gyerekek, a nagy fejlett, kurva kemény, jól élő nyugatnak a háromnegyede, vagy a legalább a fele elhízott. Igen. Tehát, és hogyha még csak nem is a fele, több millió emberről beszélünk, akiknek irtozatosan nagyméretű nadrágok meg felszerelések kellenek, és nem tudom megérteni, hogy egyszer ez nem tűnik föl az embereknek, hogy, vagy a boltvezetőknek, vagy az eladóknak, vagy bárkinek, hogy bazeg már a nyolcadik dagadtot kellett elküldjen, mert ez se talált magára nadrágot. Jó, hát én már annyi kifo... Azt még Figyelj, csak reggel fél figyelj, tíz van, érted? Tehát... én nem ilyen te fajta jó fiú vagyok, én nagyon sokszor megkérdezem a boltosokat, hogy miért nem. És a következő válaszok. Ad egy, nem keresik. Mondom, anyádat a Rákóczi téren, mert már abbahagyta az ipart. Meg ilyeneket szoktam gondolni. Akkor ad kettő. Nem keresik. Figyelj, ad kettő. Nem érdemes legyártani. Aha. Mondom, miért nem megvennék? Aztán... Várjál, aztán a legkeményebb volt, amikor mondom a vietnáminak a sárkányba, meg a előtte még a Józsefvárosiba is, ugye ezek általában inkább vietnámiak, mint kínaiak. Mondom, gyere ide, barátom, mondom, nézd ide, akkora vagyok, mint egy hegyhát. Mondom, miért nem mondod azt a főnöködnek, sőt ezt az Ázsia Centerben is elsütöttem. Mondom, miért nem mondod a főnöködnek, hogy hozzon be, három ilyen konténer, csak ilyen szart, aztán eladod a picsába, és meggazdagszol, és te leszel Budapest leggazdagabbja. Azt mondja, azért nem éri meg, mert
És nem tudja, mert vegyesen küldik. Tehát a konténerben minden méretből van. Hát de mondom, akkor megmondod, hogy bazd meg, hát kínálhatok, mindent legyártanak, érted? És mondom, akkor mi nem mondod, hogy állítsanak össze két olyan konténert, amiben csak nagy ruha van. Az meg azért nem éri meg, mert drágább lenne a ruha. Na most, amikor könyörgöm, amikor kiteszi 2008-ért mondjuk a sima fehér pólót, azt tudjuk, hogy ezt 3 forintért gyártja le a gyár, ő megkapja mondjuk 15 forintért, és 15 forintra fizeti a szállítást, a vámot, az áfát. Tehát ezt azért úgy nyugtassuk meg magunkat, hogy az annyi. Mondom, hogyha behozod 1 milliárd forintért az egészet, de itthon eladod 10 milliárd forintért, akkor mondjuk hozzad be 1,2 milliárd forintért, de eladod itthon 40 milliárd forintért. Mit te baszod az anyádat azon a 3-4% plusz kiadáson, ha busása betegen megtérül? Hát az nem jó, és nevetve arrébb ment. Na, értem. Nem, figyelj, én azt vettem észre, hogy ezek a hatalmas nagy cégek valamiért úgy kezelik a ruhát, ami ugye több évre kellene, hogy szóljon, az én esetemben 2 hónap, de mondjuk azt, hogy több évre kellene, hogy szóljon, mint a romlandó árut. Tehát, hogy ez a... Én ezt nem fogom fölpakolni a polcát, nem fogom tudni eladni. Miért bazd meg? Nem tud neked állni fél évet a polcon? Bezacskózva. Kimegy a divatból. Érted? Tehát hagyjuk már. Hagyjuk már. Mutassatok már egy normális kifogást. Mutassa meg! Nem, Levi, tehát itt az üzleti rés, ki kell bérelni egy hatalmas helyet, és megnyitni a hatalmas árupoltját. És emberi áron Igen. adni. És emberi áron adni. És hallod, milyen kurva kirekesztőek lennénk, így meg így ki lenne táblázva, hogy ne haragudjatok, nagyságrendileg 100 kg alatti, de senki már nem fog rohadt találni magára. Ja. Igen, mert én azért vannak ilyen boltok, tehát én többet, tehát én hírlevélre feliratkoztam, boltokba látogattam. Na jó, csak 20 000 egy nadrág, értem. Igen. Tehát amikor egy póló 13-15 ezer, egy ing 17-22 ezer, nem. És akkor mindig azzal jönnek, hogy drága az anyag, meg drága a munka. Nem. A munka az mindegyikben megvan, tehát te ugyanúgy dolgoztál az XS-es pólón is, tehát igazából érted, mert ott is szabni kell, varni kell, tehát nagy különbség ott már nem lesz a munkában. Az anyag meg annyival nem több, hiszen az anyagár az mondjuk nem lehet az összruha árának mondjuk 1/3. Többen nem hiszek. Úgyhogy... Igen. Tényleg valami... Gyerekek, nincs esetleg egy nagy darab követőnk, akinek van pénze. Esküszöm, hogy dolgozni fogunk abban a boltbeladóként. Nem, ez tényleg, én már nagyon régóta, ott legalább 10 év vagyok rajta, hogy ezt hogy kéne megcsinálni, csak hogy ez csúnya beruházás, tehát itt a 10 milliók azok apró pénzek, érted? Tehát így, figyelj, én most bajom. Mondhatok cég nevet, vagy? Bármit mondhatsz, hogy jönnek vagyok szponzorálva. Na, amíg szóval, nem hogy... őket, addig mondhatsz. Egy rendkívül jó sztori, vagy dicsérném őket egyébként, azt ha megengedem. Azt lehet, hogy csak. Szóval egy nagyon jó kis sztorit osztanék meg veletek, ugye én... Közel egy évig biztonsági őrként dolgoztam, és úgy volt a szerződés, hogy a munkaruhát, azt a nadrágot és a cipőt, mivel azokért az ilyen személyesebb dolgok, tehát hogy azért az mégiscsak, azt a munkaadó biztosítja, viszont a pólót, pulcsit, kesztyűt, sapkát, kabátot, mit tudom én, szájmaszkot most már, ezeket pedig a munkáltató biztosítja. Uh-huh. És pont ezért mi a kitétel? Fekete farmer, fekete cipő, ők adják a fekete pólót. Rendben van. Fekete farmerom nem volt, mert sötétkék farmerom volt, meg szürke farmerom, de fekete kifejezetten fekete nem volt. Pénteki nap volt. Hotelra elindultunk a nagyvilágba, ugye Vácon laktam, és ugye azt tudni kell, hogy ez úgy van, hogyha Vác az ugye Budapesttől északra található. Vác után első város Dunakeszi, második Görd, utána jön Szőrdeget, és úgy jön Vác, tehát már nagyon északon, kifejezetten Dunakanyar előtt egy pár kilométerre, kb. 10 kilométerre található. És
Hát elindultunk, hogy akkor jó, Levikém, nadrágot keresünk. Reggel 9-kor elindultunk, és Vácon szerintem egy olyan 4-5-6-7 üzletbe mentünk. Butikoktól kezdve nagy bevásárlóközpontokon át, hát ez a Tesco, Osán, kínaikba ben voltunk, mindenhol, ahol csak el tudott, mindenhol voltunk, ahol ruhát lehet, a sportboltban is volt, mindenhol. És ugye hát ez a, hát van nagyobb méretű nadrág, XL-es. Jó, rendben van, barátom, köszönjük szépen, ne folytasd. És elhagytuk Vácot, mert nem találtunk, beugrottunk Szűdligetre, hát ott egy vagy két kis bolt volt, mentünk is tovább. Gödi, nem tudom, Tesco, Osán, ami éppen ott volt, fogalmas is, mert hol voltunk, de Gödön is voltunk egy pár helyen. Dunakeszi, Osán, Dunakeszi, Tesco, Dunakeszi, mind Lidl-be is benn voltunk, hátárulnak nadrágot, tehát tényleg mindent átkutattunk. Hát és akkor mondtuk, hogy hát ez itt nem jó, akkor a Pólus Center, hát ha ott esetleg van valami. Bemegyünk a Pólusba, ott is ugye, hát ugye ilyenek, hogy H&M, C&M, New Yorkba be sem mertem menni, mert ott nem az én méretem van. És akkor gyakorlatilag ilyen délután 4-5 fele, mint két ilyen hobbit, akkor Mordor fele lépkedtek energiátlanul, tudták, hogy a halálukba mennek, és már tudták, mivel rájuk módon. Sétálgatunk energiátlanul így a Pólusnak a folyosóin, és egyszer csak meglátod, hogy Thomas Jeans. Hát itt tudod, nézem, mondom, a jeans az nadrág, ezt még én is tudtam, hát mondom, benézem, de minek, tudod, tegyünk egy próbát. Betérünk a fogadóba, hölgy fogad minket, és mondtam, hogy jó napot kívánok róla, de mentem, hogy nadrágot szeretnék, és legyen szíves a legnagyobb méretet ide adni nekem. Így ránéz a hölgy, erőlgi magát, mondom, igen, legyen szíves, már végigjártunk rengeteg helyet, és mondom, a leges, legnagyobb méretű fekete farmert legyen szíves nekem ide adni. Azt mondja, hogy hát ez nem lesz jó magának. Na, mondom, jó, fater, ez is, ezért húzzunk innen a faszba. Azt mondja, nem, csak én nem gondolom, hogy ön 220 kiló lenne. Mi van? Tudod, mondom, én ezt nem hiszem el. Azt mondja a hölgy, ugye itt még nem volt koronavírus, tehát nem kellett maszk, meg ilyenek. Azt mondja a hölgy, hogy akkor legyen szíves ide állni. Mért egy derekat, combot, csípőt. Azt mondja, nem tudom, ez a méret lesz. És így, figyelj, koppant az asztal, nyolc darab farmer nadrág. Nyolc darab vászon nadrág. Nyolc darab, nem tudom, elegáns zsebes minden, és kék, zöld, lila, fekete, sárga, fekete, fekete, szürke, minden volt, amit akarsz. Az árát nyilván meg kellett fizetni, hiszen 12 és 15 ezer forint között vannak ott a nadrágok. De bazd meg, tehát azt a feelinget. És akkor így azt mondja a hölgy, hogy hát mi egyébként egy magyar cég vagyunk, és hogy mi kifejezetten erre akartunk mi a ráállni, Thomas Jeans magyar? A Thomas Jeans magyar cég, barátom. Nem mondod. Dede. Thomas Jeans az originale hungarikum. Na, nekem ez a hungarikum, bazd meg. A Thomas Jeans bizony magyar márka. És igen, tehát azért meglepő, mert három alkalommal voltam vásárolni, hát ugye nadrágot, meg inget, meg stb. És azért az a kedvesség, öcsém, tehát ott kiszolgálás van. Tehát nekem az volt a furcsa, hogy tudod, van ez, amikor bemész egy ilyen helyre, és akkor jó napot kívánok, és tudod, ilyen rágózós kis velem egy idős kis csak tekergeti a rágazni, zárva vagyunk, akkor ránéz a lézére, de hölgyem, itt az elnyitva. Mi ja, akkor megnyitva vagyunk. De tész párcig, siessenek. Tudod, és akkor mondom neki, hogy jó, inget szeretnék vásárolni. És akkor így elmutat így a, mit tenni, a észak-keletre. Azt mondja, hogy ára találod őket. Mondom, jó, kéket szeretnék, biztos van köztem olyan. Tudod, és így ez a segítőkészség. És ehhez képest, öcsém, bemész, és ott ki vagy szolgálva. Tehát ott ő az eladó, te vagy a vevő, és gyakorlatilag
Minden. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepett, és belökött így az első alkalommal, aztán a második, a harmadik, tehát zseniális. Zseniális. És mondom, magyar cég. Tehát engem az nagyon-nagyon Na, meglepett. ezt nem tudtam. De nagyon örülök neki. Én furcsáltam az árcímkén, amikor ott volt így a, nem is az árcímkén, hanem így a hát belsőjébe bele volt tűz egy magyar zászló, na mi van, mert itt is egy iparos vagy, tudod, ez gyarmatosítanak, tudod. Szóval, nem, magyar cég, mondom, nem. Hatalmas. Soha nem mentem be a belsejébe, mert megmondom őszintén, hogy én betérek egy ilyen plázába, és ilyen butikok, tudod, ezt én mint oda nem illő hány ingerrel elkerülöm az összeset, mert én általában tényleg ilyen siméreknek, tehát ilyen 55 kilóig férfiaknak, hát ez olyan messze vannak ezek a férfiaktól, mint én a lányságomtól, tehát így. Szóval 55 kilóig gyártanak a hímnemű egyedeknek ruhát maximum. Tehát ha 60 kilós vagy, 60 kilós vagy és himbilimbidon, akkor te már halott vagy. Akkor te már nem számítasz embernek. 55 kiló a maximum. Figyelj, Érted? azért ez nagyon durva. Most lehetne azzal takarózni nyilván, hogy mi nagyon nagy darabok vagyunk, nem vagyunk standard, stb. Na de ember, nekem van egy nagyon jó barátom, egy thaiboxos csávó, 90 kiló az ember, és ki van baszva. De tényleg, tehát ő rajta felesleges zsír, meg izé, semmi. 186 centi magas, 90 kilogramm, tehát az az Achilleus alkat. Az, És... amelyik te is beleszeretsz alkat, igen. Micsoda? Az a te is beleszeretsz alkat. Az a harcos testet, amikor így látod rajta, hogy nem bodybuilder, nem súlyzószerzésből, hanem küzdősport. Tehát, hogy Értem. konkrétan látod a test felépítését, a ízét, a mindent, minden pejoratívságot kerülve. És mondom, egy gram zsír nincs a pacákon, ami olyan feleslegesen becsusszanhatott volna a karácsonyi zibizaba miatt, mert konkrétan ilyen 10 kilométereket fut meg, mit napi nem tudom hány edzést, brutál fanatikus az ember. És ő mesélte, hogy egyszer nem tud bemenni ilyen átlagos helyekre vásárolni, mert nem talál magára nadrágot, nem talál magára olyan inget, ami valahol ne feszülne rajta. Tehát mesélte, hogy van olyan, tehát nem az a baja, hogy a legnagyobb nadrág nem jó rá, hanem az a problémája, hogy olyan hülyén vannak szabva a nadrágok, hogy meg ő az ingekre panaszkodott, tehát hogy fölveszi, és akkor a hasán össze tudja gombolni, de a hátán már feszül, alig jön föl, stb. Tehát, hogy egyszer nem tudom, most a mai ruhaipar egy olyan testalkatot célzott meg, ami, hát nem tudom. Van, de segíts megfogalmazni. Nem tudom. Tehát a nyápic. A nyápic a divat, hogy ne tud megvédeni magad. Tehát ha izmos vagy, ha erős vagy, ha úgymond katona vagy, ha tehát most a szó abban az értelmében, hogy tudsz erőt kifejteni, akkor a rendszer ellensége vagy, mert téged le kell győzni, ha valami nem tetszik. Érted? Tehát most nézd meg azért És hogyha... a divat milyen, rózsaszín ing, férfiaknak manikűr, rúzs, semmi férfias. A férfiasság maximum ilyen Denny reklámokon divat. Tehát komolyan én néha meglepődöm, van az a fekete srác, aki a mit reklámolsz? Tudod, mindig ilyen rendkívül hülyén ordít a reklámokban, ilyen viccesen. Az Melyik? extus fürdőt, nem? Axe, ez az. Egy csodálkozom rajta, hogy az izmos, tudod, hogy nem valami nyomorékkal reklámozzák, aki ilyen 20 kiló maximum, és ilyen kicsit kiborotvált, és ilyen lányos. Hanem ott egy, mondjuk egy izmos néger, érted, és a vadisz, no, jól néz ki, tehát leborulok előtt egy végre valaki, érted? Hát... Zoltánka 34 éves, egyszer megpróbált kibontani egy konzervet, 4 hétig kezelték az intenzíven. Zoltánka ezt a fogkrémet használja, ajánljuk mindenkinek, bár még nem tudta kibontani a fogkefét, beiratkozott egy papírfeltépő tanfolyamra. Igen, tehát azért Bandiéknál azt tudni kell, hogy Bandi hihetetlen mód szélsőséges és falusi emberré vált. Az is voltam. Nem váltam, én itt születtem. Tehát az a lényeg, hogy Bandi csak azt kínálja meg kávéval, Timi pedig cigivel, aki
el tudja vágni, vagy el tudja hasítani az aprítani való tűzifát. Ez a Na most ezzel minimum. az a probléma, Az új nem, ezzel az a boltánkkal. probléma, igen, tehát az a minimum, hogy tudja fát aprítani, csak ezzel az a probléma, hogy Igen. olyan magasra tették a mércét, hogy ezek a butik lakók, ezek el nem bírják ezt a fejszét. Tehát, Értem. itt az a ciki, nem ugye a kezével, és így, hogyha elejtem, akkor az elvágja. Világos. Tehát olyan szinten satnyul el az emberiség, tehát ők tényleg mindenki azt hiszi, hogyha el tud jutni a következő Houndemig, meg tud rendelni valamit a Mekiből egy melles hátat, érted? Akkor ő most király. Érted? De te Figyelj, mit van csinál ez az nekem ember, ha egyszer. pofán vágják a barátnőjét, amikor sétálnak az utcán? Hát igen. Hát így. Ugye? Volt egy nagyon jó kis ilyen esetem. Tudni kell, hogy én nem szerettem nagyon. Én jártam terembe egy időben egyébként így gyurmázni, de én mindig ugye ilyen alternatívabb dolgokat szerettem. És drága nagymamámnak van otthon egy nagyapjától örökölt kovács üllője, azt kell tudni róla, hogy 116 kg. És De, tömör vas. és ki bolondult meg annyira, hogy lemérje. Rábasztam Értem. mérlegre. Egyedül. és az a lényeg, hogy ugye az a jó ezekben az N-világban, hogy van ugye az egyik vége, az ugye gyakorlatilag szögletes, a másik vége pedig egy ilyen kis szűkített ívet ér le, és ezt meg lehet ugye fogni. Alá nyúlsz, mint böske után a És bálban. Igen, értem. ezt így megfogod, és ezt lehet így emelgetni, és akkor az megy hátra. Figyelj, az a helyzet, hogy tudod, amikor így mutatják a személyjegyzők, hogy ezt a súlyzót, ha így megfogod, és úgy nyújtod ki, hogy 90 fokos szögben, és vagy 90 fokos intervallumban mozgatod a kezedet, akkor tricepsre megy, de hogyha a vállad is belemozog, akkor már vállra is megy, és akkor nem jó a gyakorlat. Na most az a helyzet, hogy te, amikor egy 110 kilós vastömböt emelgetsz, akkor az mindenre is megy. Igen. Tehát én azt vettem észre, hogy ott azt meg kellett fogni, bele kellett állni, nem tudsz róla súlyt lepakolni. Rátenni igen, mert rálépsz, akkor nehéz. Tehát hogy az ott úgy van, ezt a Fekete Laci mondta a kőgolyóra, hogy ezt így láttam, az ott volt. Azt meg kellett emelni. Arról nem tudtam súlyt lepakolni, mi faragják le róla, bázd meg. Nem, az ott volt. Tehát ez a drága jó kovács üllő, és az ott úgy van. Rozsdásan, keményen, hidegen, mert tél volt egy csomószor. És akkor azt ugyebár el kellett mozdítani a helyéről, mert nem a sarokba emelgettem. El kellett mozdítani a helyéről. És akkor az elején hogy olyanokat csináltam ezzel az üllővel, hogy fogtam egy kézzel, és akkor tudod, ilyen fűrészelés. Tehát, hogy ez a fölhúzód. És akkor triceps hát, vagy nem biceps is, az minden volt. Tehát ott mindenemet éreztem utána. És akkor ezt így emelgettem. Aztán volt olyan például, hogy szíjakat kötöttem rá, és akkor így megemeltem, mint hogyha ilyen lógóheréd lenne, tudod. És akkor vitted. Azért az úgy hozzáadott az ember fizikumához. Az komoly volt. Az komoly volt. És engem csak így engedtek be Bandi házához. Le kellett tegyem a csomagtartójából az üllőt a földre. Nem, igazából Át kell. az van, hogy ha már ennyire tényleg egy ilyen elsőkült társadalom kezdi átvenni a hatalmat, az a Róma, gyerekek, az Róma, és Róma, hogy elbukott, Róma, hogy elbukott, hogy egyszerűen bejött a sötét középkor. Na most én azt veszem észre, hogy amikor azt mondják, hogy ez nem történhet meg, én meg azt mondom, hogy akkor nézd meg csak a Mónika Show ismétlését a YouTube-on, te. Júj. Tehát miről beszélünk? Testvér. Júj. Igen. Igen. Tehát kezdjen. Tehát én azt mondom, hogy nem az, hogy eljön a sötétség, tehát hogy majd, érted? Tehát ne, itt van. Tehát itt van, Elég olyan szaga van, igen. mert azért ugye mi kultúráltnak tartjuk magunkat, nagy országnak tartjuk magunkat. Hát a lakosság egyharmada funkcionális analfabéta. Miről beszél? Hát szerintem több egyébként. Hát jó, én most így próbáltam így
próbáltam így disztinguált lenni. Van az a 40-50% szerintem, aki úgy gond nélkül ezt abszolválja, ezt a igen, tehát miről, titulust. Igen, tehát aki nem tudja sem leírni, sem elmondani, hogy mit akar, nem? Igen. Tehát akkor miről beszélünk? És én úgy veszem észre, hogy rendkívül sok nyúl el a társadalom. És itt a magyar társadalomról beszélnek. Komolyan, tehát. Sosem mondtam volna ezt, túl gondoltam volna ezt, de néha már férfi hiányom van. Férfiakkal beszélgetni, férfiakkal ökörködni, és nem lányokkal. Igen, kávézni. És nem ilyen lányokkal, igen. nem ez a árulkodós lányok, meg feljelentgetős lányok, meg sírós, meg egy férfi vállalja fel az érzelmeit. Hát én is könnyeztem egyik nap, mert egy rendkívül erős pistás ebéd után volt egy hasmenésem, és a könnyek elöntöttek, de egy kis tartás. De tényleg, tehát azért egy rendkívül széles néprétegben már nincsen meg a tartás, ugye? Nem, igazából, ja. De azért ez elég férfias volt, amikor így este 11-kor megkértelek. Mi nem volt karantén időszak, azt szögezzük le. Megkértelek, hogy Mandi, olyan szépek a csillagok, menjünk már ki lefotózni. Igen, és így Bandi kinézett, azt mondja, hogy Ronai, 8,5 fok van, 65 km/h szél. A pára tartom. Nem kérdeztem időjárás jelentést. Azt kértem, hogy legyél a sovány. Jó. Ja, igen, és akkor el kellett mennünk, kimentünk a pusztába, érted? Alföldi puszta. De nem, figyelj, te mindig arcoskodsz, hogy bírod a hideget, nincsen nagy kabátod. Te, érted? Tehát te mindig arról vagy híres, hogy te télen is kinyitod az ablakot, lehúzott ablaknál igen. vezetsz a hidegben, és te levente, te igen. az én szemem láttára, fásztál, diderektél a lobogó tűz mellett, olyan hideg az a rohadt alföldi éjszaka. Úgyhogy te nekem ne magyarázzál, mert ott pattogtál, hogy jaj, hát fázom, várjál, megfordulok, hát akkor nem lesz olyan hideg, hogy a tűz hátulról is érjen. Tehát te nálam fásztál, érted? Úgyhogy nekem ne magyarázz meg. Egyébként. Igen, tehát ez egyébként így van. Nem ezt tudom, mi van itt, férfiasan. Milyen embertelen hidegek vannak itt állandóan, nem tudom felfogni. Nem, srácok, tehát tényleg most, hogy azért megvédjem a kis becsületecskémet, ami maradt belőle. Köszönöm, Bandi. Köszönöm, hogy beárultál, férfias. Bazd meg. Hát, a sas de... felhagyott, tudod. Megmutattam a tűdődet mindenkinek. De igen. Hogy igazából nekem, tehát én, hogy mondjam, ez egy tény. Tehát én teljesen máshogy érzékelem az időjárás, mint más emberek. Mm-hmm. És vannak egyébként, tehát ez nem ritkaság, nekem például volt olyan osztálytársam, aki egyáltalán nem volt nagy darab, tehát nem az, hogy a zsír szigetelte volna, vagy ilyenek. Egy full átlagos gyerek volt, és hát gyakorlatilag ugyanúgy bírta a hideget, mint én. Én általában úgy vagyok vele, hogyha nem fúj a szél, akkor ilyen 9-10 fokig ilyen rövidújus, pólós, korszakos csávó vagyok. Tehát az addig nekem nyár. Abban én addig simán elsétálok rövidújúba, shortba és papucsba. Gond nélkül. Az alatt mondjuk ilyen 6-7 fokig egy mellénnyel jó vagyok, és akkor utána azért nekem is kabát kell. Na, és eljutottunk oda, hogy fásztál. Igen, tehát... Igen. Furcsa érzés volt, mi? Jó, azért azt tegyük hozzá, hogy ott volt nagyjából 6 fok nálad este, mert ott annyi volt, mert lemértük. Nem, az a rohadt fél. Meg egy 60-70 km/h szél, és ezen kívül nem volt hosszú nadrágom, mert shortban voltam, nem volt cipőm, mert papucsban voltam. De még és... valamit tegyél hozzá, egy valamit elfelejtettünk. Hogy szeptember volt, basszus, nem december. Igen, és várjál, és még egy másik, hogy mentségemre szóljon, trikóban voltam és mellénybe. Hát nézd, ha neked nem telik ruhára, miért nem kért? Jó, csak most úgy magyaráztad,
így a férfiasságot megsértő, mint hogy én nagy kabát meg szkafanderbe forogolottam volna a tűz körül. Aha, na én szabályosan fáztam, de én mindig fázos voltam. Én Tehát is én miatt, fáztam, én is de fáztam. nem az, én miatt az eszemet tudom, fázós vagyok. Tehát úristen. Máskor majd veszünk egy üveg jacket. Nem tudom, hogy jackete. Megmondom őszintén, Levi, hogy baj van. Nem, Bani, nem jó alkoholizmus. Mindenki le fog iratkozni a csatornáról, anélkül, hogy tudna róla. Nem, az a baj, Levi, hogy mostanában egy kicsit sok dolgom volt alkohollal, és most nagyon a megtisztulási fázisban vagyok. De azért, ha lejössz. Hát azért. Azért, ha lejössz. Véletlenül. Azt mondod? Nagyon, nagyon, nagyon izgi lesz egyébként, mert azért, hogyha bandi azért lemegyek, az nekem 3 óra, 2,5-3 órás történet. Meg lehetne úszni 2,5 órában, meg 60 000 forint bírságból. De maradjunk annyi, hogy ilyen 2 óra 40 perc, 2 óra 50 perc, valahogy így van így az út, 45 perc, valahogy így. És akkor jössz genkőni. Micsoda? Jössz genkőni. Tetszett? Na Levente meg innen évített a hangját. Kikapcsolta magát. Na lemerültél, vagy mi van? Leventét elvesztettük újfent. Ez néha megtörténik a mai este. Nem tudok vele mit csinálni, gyerekek. Nézzétek el. El is ment a... Igen, most visszajött. Nagyon. Néha lezár a Discord. Ja. Nem tudom miért. Na jó, akkor gyerekek. Meddig hallottál? Addig, hogy röhögtél. Ja. Tehát akkor konkrétan gondold el Magyarországot úgy, hogy Budapest a midlén, Zala meg Zalaegerszeg meg ez a top lén, és ti vagytok a bot lén. Úgyhogy megyek genkelni botra. Jézus Istenem! Istenem. És hallod, tudod, mi lenne a csúnya egyébként? Aha, és akkor hallod, honnan jössz? A Dunakeszi dzsungelből, vagy van? Nem, Dunakeszi, az kérlek szépen az a piros csapat első tornyánál van. Értem. De nem, de tudod, mi lenne egyébként a durva, bazd meg? Na. Hogy amikor ül így az ötödikes, nem tudom, hanyadik osztályban tanítják a Magyarország megyeit, meg régióit, amikor így ül, és akkor mondják, hogy na, itt vannak a régiók és a megyék, akkor tanuld meg, és akkor tudják, hogy ó, Bács-Kiskun megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, aha, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ujjajjaj, igen, ez így nem lesz egyszerű, basszus, és tudod, hetekig próbálkozik, és nem tanulja meg. És így leül, és így elkezd rajzolgatni, aki az apja, azt mondja, ide figyelj, kis köcsög. Itt van a Sari. Itt van Bács-Kiskun a Sarina. A baron. A baron a sor. Az Győr, Mosor, Sopron. Akkor figyelj, Pest megye. Várjál most egy kérdés, van a... amikor te megyéket fel kell sorolni, te nem vizuálisan mondod végig? Nem. Hát hogy? Én nem tudom, és hát tudom így a izétet, hogy nem tudom, tehát egyből én nem tudnám felsorolni az összes megyét. De hát ez az, hogy én csak azért igen, mert végig gondolnám a terv, végig sétálnék a terveken fejben. Hát most valamilyen szinten én is úgy csinálom, tehát most ez az megvan, hogy ugye lehet. Nyugat az Győrmoson, Sopron, igen. Mit tudom én, akkor Pest megye, Szabolcs, Szatmár, nem, bocsánat, Borsod, Szabolcs, mit tudom én, de... Igen, tehát fönt elindulsz, hogy Borsod, Heves, Szabolcs, visszafelé Hajdú-Bihar, Jászkodni, Kun-Szolnok, mit tudom én, így végigmész, tehát így végig lehet menni. Ja, végig is kihagytam, bocsánat, a legfontosabb. Érted? Megint elmentél? Én nem itt vagy. Szóval így. Én nem tudnám fejből, mint egy verset. Faggalmam nem lenne, hogy melyik betű után melyik betű jön, érted? Figyelj, megmondom őszintén. Hogy most éppen a midlét képzeled oda? Nagy kaland, igen. Megmondom őszintén, hogy én igen, ezt egyébként általános iskolában az alsó tagozatban tanultam utoljára 3. koromban, vagy 4. lettem maximum.
És azóta nem került nagyon elő, mert utána már földrajzórából ilyen világföldrajzot vettünk, meg kőzetmintákat elemezgettünk, meg gránit és tianit közötti különbség, meg ilyenek volt, tehát nem vettünk megyéket. És tudod, mikor vettem elő, és akkor úgy fel tudtam idézni a megyéket és a régiókat? Amikor a Samsung SDI nevű cégnél animációs COVID térképet csináltam megyékre és régiókra leosztva. És minden nap meg kellett nézni, hogy Bács-Kiskunban mennyi van, itt mennyi van, ott mennyi van, amott mennyi van. És? Megtanultad? Ott úgy igen, tehát amikor ugye az After Effects template, az Bács-Kiskun, meg mit, Szabolcs-Szatmár-Bereg, ott úgy megtanultad, hogy ott minden nap változtatnom kellett az adatokat, tudod. Minden nap frissítve van, meg ilyenek, és akkor ott azt megtanultam. De furcsa. Na hát akkor körbe kell vezetni. Csináljuk egy minden megyében berúgunk mozgalmat, nem? Szépen. Vagy figyelj már, most nagyon jót mondtál, mert jövő évtől már lehet drónozni. Szóval tudom, Bandi, hogy rendkívül kíváncsi vagy, hogy mit tud a Mavic Minid, mivel beadtad már annyiszor a drónreptetési kérelmedet 30 napos teljesítési idővel, és elutasították, mindig elutasították, ezért Bandi 2 éve nem tudja megrettetni azt a kurva drónját. Egyszer megpróbálta bekapcsolni, ezt mondta, hogy nem, én törvénytisztelő állampolgár, nem. Nem. És viszont jövő évtől te is fogod tudni reptetni a drónodat, hiszen elég lesz egy applikációval bejelenteni, hogy te éppen erre vagy arra drónozol, és behozzák ezt a törvényt Magyarországon annyira is. Annyira nem lesz egyszerű, sajnos. Annyira sajnos nem, mert azért, mert annyira sok kizárt terület lesz. Meg, persze, vannak lakott területek, azok instant tabu. Igen, tehát akkor ez a hol drónozol, érted? A nem lakott területek meg nem közterülettel. Innen kezdve. De Bandi, azért nem tudom, tehát azért egy zuglóban én azért úgy nem rettetném föl azt a drónt, ami wifi jelekkel közlekedik, érted? És hát az hogy lehetnél olyan hülye, hogy zuglóban röpteted? Tehát nem értem. Főleg egy icsint, hát hihetetlen hülye vagy komment. Jaj, te szállapítsál be. Tényleg az a drón az árémámaiba ne jöjjön elő, nem? Bár szerintem csak annyi a baja, hogy meg kell csináltatni az egyik motorját. De teljesen mindegy, mert élvezhetetlen a kamera. Mondjam kérni, a válogás. Mondtam már, hogy körberepültem a házunk kéményét. A lebontandót. De természetesen az illegálisan épített rakétavetős rakétáddal, mert drónozni tilos, ugye tudod? Tudom, tudom, akárhogy rakom össze a hűtőt, értem én. Na, úgyhogy most kinéztem magamnak ezt a Mavic-et, de még addig sok minden változhat. De melyiket? A Hasselblad-os, az egycolos kijelzőset. Az a egycolos, igen, egycolos, segíts már, jaj, mit épít? Bocsi, csak tüsszentettem, szóval az egycolos objektív. Hallod, ezt idáig hallottam benne. Mit? Az, hogy tüsszöntöttél. Lemutoltad a mikrofon, de már ide ért a szelet. Ja, értem. Na, szóval az egyszolos objektívvel, tudod, a szenzorral. A Hasselblad Mavic 2 Pro, azt hiszem, az a neve. Most azon beszélgetünk Timivel, hogy kéne ezt beszerezni. Tehát akkor volt egy ilyen izétek, beszélgetésetek, hogy ide figyeljetek. Tudjátok, hogy hány koporsó szöget szívtatok el az én drónom rovására? Nem, igazából... Mi? Igazából őszinte leszek, hogy két lehetőséget vázoltam fel Levente. Figyelj! Tehát vagy az, hogy veszünk egy drónt, ilyet, vagy veszünk egy 8K-s tévét. Te melyikre szavaznál? Hát figyelj, tekintve, hogy a 8K-s tévét ugye szeletelődeszkaként használnám. De miért szeletelődeszkát? Miért filmet nem tudsz rajta nézni, ugye vagy? De miért akarnék ki 700 000 forintot kiadni azért, hogy filmet nézzek? Igazából nem, én számítógép monitornak akarom.
Azért, mert akkor, tudod, az egyik sarokban 4K menne a videó, másik sarokban 4K játszanak, a harmadik sarokban nem tudom, mi lenne 4K, érted? És igen, 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 és a videókártyád meg egy 40.500 lenne, ami elfuttatja mindezt. Hát szerintem elmenne. Mivel? Két darab 2080 RTX-e. Nem tudom, nem tudom. Nem tudom, ezt még így nem teszteltem. Azért gondolj be, milyen jó, 4K filmet nézel, és 4K-val játszol, és ez még mindig csak egy monitor. Azért de várjál már, de most... Igen. Na jó, de ez 700 ezerből. Ehelyett kétszer 270 ezerért veszel két 32 szolos monitort, ugyanott van a 65 szolod, és az két különálló tevékenység. És nem másznak egymás szájba, mert ugye azt tudjuk, hogy egy 16.9-es képernyőn, hogyha azt ketté osztod, az már kurvára nem 16.9-es, viszont a játék és a film azt ugyanúgy 16 vagy éppen 21.9-es. Tehát nem fogod tudni 4K-ba nézni, mert sokkal kisebbre kell venned a képet, tehát mondjuk egy miért ilyen 2K-ba fogod tudni nézni. De miért kéne? Hát mert hogyha mind a kettőt azt akarod, hogy elférjen, akkor nem fogod tudni, hogy és egyforma méretre akarod húzni. Negyedre, nem félre, negyedre. Én sarkon negyedekről beszélek, mert úgy 4K. Hát, négy ó, de hát 4K. Azon, hogy mit látsz? De most annak még miért, hogy a 65-ös izéből csinálsz egy 21-eset? Hát az nem 21-es lesz, de hát na. Érted? És micsoda? Akkor... A 65-nek a negyede? A 65 szólnak a negyede? Nem tudom, mekkora lesz pontosan igazából. Hát hozd a négye. Hát de nem, mert... Ja, nem az átmérője, az fele. Kettő. Bizony, 32 akkor... szólos monitor. Igen, Levente. Jó, én ezt értem, de még mindig 700 ezer forint. Értem, most nem az áráról vitatkozunk, hanem csak az, hogy mekkora feeling az, hogy 4K videó nem. Mellett 4K-ban játszol, és még van két darab 4K-s helyed. Hát nem tudom, de nekem ez nem feeling. Nekem az a feeling, amikor két különálló independent monitorod van. Igen, én meg más kezdem megunni. Na mindegy, én azt mondom, itt lassan lőjük ezt a streamet, mert már szerintem neked aludnod kéne húzni, mert ugye... Na, nagyon rég, csak nem akarok bunkózni, de már bunkóz. Kéne vannom, már rég csináltam. Köszönöm, srácok, hogy megnéztetek. Nem tudom még hova töltöm fel, de majd eldöntöm. Csövás, csőpacsi, sziasztok, jó éjszakát! Sziasztok!